Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 14 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Már nem, már 15 perce, hello. Gyerekek. Hello, Feri. Hello. Hello, Jani. Jó reggelt. Na, mi van, futóbajnok? Lefutottad? Aha, meg volt vasárnap. Ott voltunk 9250-en az egyéni futók, akik egyénileg teljesítették ugye a Víz Erre Budapest félmaratont, és összesen meg több mint 13 000 voltunk a különböző távokon, mert hogy volt párban is, volt trió is, volt ugye az egyéni is. Hát, jó volt. 13 000 embernek nincs jobb dolga, mint egy futkolász. Nagyon kérdeztem. Komolyan mondom. 12 000-ig tudtam kérdezni, hogy mit kerestek itt? Te miért vagy itt? Te miért nem mész haza? Te mit csinálsz? Te mit akar? Te miért vagy? Te miért botorkálsz? Rajt. Igen. Azért az komoly, hát az meg ellövik ott miért? Egy helyben futsz másfél órát? Ellövik elő a stalsztisztolj, te meg a sor végén még másfél óráig egy helyben futsz? Vagy mi úgy van, hogy úgy csinálják, hogy zónák vannak, és akkor hogy tudják körülbelül, mert jelezni kell előre, hogy milyen sebességre számítasz, milyen idővel számolsz, és akkor ennek megfelelően a zónákba kell beállni, és akkor így nincsen torlódás, tehát nincs az, hogy bocsánat, elnézést, menjen már arra, rohanyjál már, rohanyjál te! Én már tavaly is itt voltam, meg már tavaly előtt is, tehát nincsenek ilyen nyomakodások, hál' Istennek, meg ez ugyanakkor OB is, félmaratoni OB is, és elől a profik állnak. Azok a profik, akik, hát nem profik az UFO-k. Igen, ki is voltam egyébként, hogy két kenyai nyert. Hát egyrészt miért? Tehát egyrészt milyen jó volt? Ez a mi verseny, most ide jönnek, érted? Ez olyan, mintha én oda mennék, és nem tudom, ott a kajakkenúba elindulnék. Hát persze, hogy rommá verjük a világot, nem? Hát mi sem megyünk oda kajakozni, ők se jöjjenek ide futni. Hát most nekik könnyű, érted? Üldözik ott a gazellákat, nem? Igló építésbe ki akar versenyezni? Ez a kajakkenúba megnyerni a kenyai válogatottat leverni. Nem, hát érted? Kihívjuk őket, nem tudom, Fekete Laci, nem tudom. Miben érted? Hát persze, most futásban nem verkedjenek. Spangli tekerésben a jamaikaiakkal. Hát most érted. Láttam is, mondom, nőbe is kenyai nyert meg, férfibe is, 1 óra 5 perc. Egy óra 5 perc. Azért mondom, ők nem világiak voltak, utána a verseny után vissza is utaztak arra a bolygóra, honnan jött. Igen, éhesek azért tudnak ennyire futni. Persze, üldözi őket az oroszlán. Vagy az oroszlán miatt? Azt gondolom, hogy ők már elég jó keresnek ahhoz, hogy ne legyen problémájuk mondjuk egy átlálkozással. Hát ők már, de ők nem számítanak bele egyébként az óvive, tehát nem mizé. Hát még szép. Semmi bajom belük, de érted, ide jönnek arcoskodni, hát most persze, hogy ők nyerik. Hát most mi európaiak azért nem a futásra lettünk kiképezve, ehhez képest legalábbis. Úgyhogy azt láttam, hogy igen, megnyerték. De ők nagyon durán, ez 1 óra 5 perc. Hát ez nagyon durva. Hát tudod, pont kétszer ennyi ideig tartott nekem. Hát, hogy ők azért más genetikával rendelkeznek, tehát, hogy ők erre születnek. Úgyhogy, igen. Hogy hihetetlen nem voltak. Nem jó volt. Nagyon-nagyon jó fontos volt. Kérdésem nem, van. Parancsolj. Honnan, ezt tegnap már feszegettük, honnan a retekből ismer mindenkit arcról a műsorvezető, hogy be tudja mondani a nevet el. Én levezettem ezt tegnap a Ferinek. Nagyon de jó. Úgy látom, nem ment át akkor még. Na, mi volt a misztikus magyarázat? Hát a rajtszám. Ennyi. Ennyi. Eleinte egyébként én is gondolkodtam rajta, hogy kb. 10 fél maratonon keresztül, hogy mi lehet a titok, aztán ráébredtem is. Vasárnap reggel. Figyelj, ilyen Dusty Hoffmanokat vesznek fel a Raymanből, hogy ő csinálja a szemével két fotót a rajtnál, mindenkit megjegy az arcról, kap egy névlistát, és az arcoz hozzárakja a nevet. És amikor másfél után jönnek a befutók, akkor azt mondja, és jöjjön kis Ilona, ilyen Ilona. Kovács 2 A. Józsi, ilyen Józsi. És megjegyzi az arcokat. Ennyi. Tehát ez ilyen egyszerű egyébként. Ott áll egy ilyen, hogy ott áll egy Rémben, és akkor hogy... Horváth József Debrecen. Minden arcot hozzá tud tenni egy rajtszámot, és effektíve ezt megjegyzi. A rajtnál kicsit összezavarodik, mondja, nagyon gyorsan elfutnak, ott nagyon kell kapkodni, hogy memorizál. Meglegyen. Akkor memorizál. Arcról. Ha kicsit hibázik, akkor visszalövik a rajtot, és akkor utána. Utána pedig szépen ezeket így megjegyzi. De ez nagyon rendes, hogy befutsz, és akkor... Nagyon, hát ez marha jól esik. Hát nagyon sok olyan ember van, aki... kinek ez az év versenye, vagy éppen először futott félmaratont, nekik egyébként a rajtszámokon is rajta van, hogy első félmaraton. Aha. Hát, hogy látszik rajtuk, hogy ugye nagyon büszkék erre a dologra, és akinek ilyenkor bemondják a nevét, és ott hallja ez a cirka, 20 000 ember, mert ugye azért családtagok is vannak kint, szurkolók is vannak kint egyébként. Akkor az egy nagyon-nagyon nagy érzés. Tehát futsz be, és akkor mondják a nevet, és ne, tényleg? Nem így hívnak, nem így adta le, olvasd már rendesen. Hát hülye vagy. Mikovec, Makocic, Karcevác. Á, mindegy, nem érdekes. Köszönöm szépen, 818-as. Köszönöm szépen, hogy elrontottad a befutómat. Karcevác Imre, persze, Karcevác. Igen, szép volt, kösz szépen.
Na mindegy, igen. De hát zseniális, mondom, és iszonyatosan sokan voltak az emberek, nagyon jól érezték magukat, és megúsztuk eső nélkül, ez volt a legfontosabb, mert azért nekem voltak kétségem a dolog a kapcsolatban, mondom, de jól jön ki a lépés, egyrészt bekaptam egy két nappal előtte valami iszonyatos ilyen ortorok akármi történetet, a gyíkot, azt gyorsan kikézöltük, igen, elvittek, aztán felvágtak a torkomat, ittam, hogy hívják. Balázsolással előzték a torok balázsoltak, stb. Balázsolás, tényleg, gyertyagyújtás. Volt ilyen. Vagy alulról. Igen. Úgyhogy bekaptam egy ilyen kis toroknyavaját, ráadásul ugye ez az esős időszak, ebben az évben túlságosan sokat nem is fogtottam, mondjuk a tavalyihoz képest, hogyha elmondom, hú, de jól fog sikerülni, ehhez képest viszont teljesen jó volt, egy ilyen biztonsági dübből, futást persze, adtam. Persze, dübből lenyomtad, aha, ott, sorakoztál. Igen. Dübből neki szaladtál. Dübből lassan futottam, mint ahogy egyébként szoktam. Meg hosszú évekig nem futottam együtt a nejemmel, és most úgy intéztük a dolgokat. Most rájött, hogy miért nem. Igen, mert jobb, mint. Hát volt egy időszak, amikor azért a köröket vert rám bőven, tehát főleg állóképességben ő azért nagyon ott volt, és most is sikerült neki párban lefutni a Sterczel Hildával, Merv Zsoltnak a feleségével, úgyhogy nagyon jó volt, és akkor ugye célba együtt futottunk be, együtt csaptunk be, úgyhogy ez nagyon nagy érzés volt, mert mondom, nagyon-nagyon régen nem futottunk már együtt, és volt egy ilyen kis kellemes dezsavért. Menjetek a 8-ba este 9 után, úgy megkergetnek benneteket, érted? Kézen fogva rohantok. Gyerekek, tegnap olyat láttam, hogy nem fogjátok elni. Tudjátok, mit láttam tegnap? UFO? Na, mi? Nem. Nem. A napot. Ja, megláttam a napot tegnap. Figyelj, úgy örültem neki, mint egy elsős gyerek a Mikulásnak. Láttam. Hát nem láttam. Létezik. Hete? Képzeljétek el. Létezik. És van. Mától már állítólag. Nem hát. Tűnt el. Már látjuk. Kicsit vöröses volt, kicsit odasütött, egy ilyen félig felhőből így kibújt valamennyire, de ott volt. Tehát ez a csillag, ez még a helyén van. Nagyon jó. Ezt komolyan mondom, kicsit fura volt, de állítólag ma már meg is látjuk. Igen. Villogott, sőt. Aztán elkanyarodott Biatorbágy felé. Indexelt, aztán lefordult Biatorbágy felé, igen. Na, úgyhogy ennek örömére gyorsan holnapra teniszmeccset le is szerveztem magamnak 11 órától. Nagy menővel, kis menővel. Nagy menővel játszom. Nagy menővel, nagy pénzzel. Nagy ágyúval, kis pénzvel. Ja. Mert még most igen játszottam. Andréval? Szerintem André már visszautazott. Ő már nincs itt. Bekaját a Sobert házaspárnál, káposztát, hurkát, agyon ölelgették, és mondta, hogy ki ez a sok ember, aki ennyire ölelget. Most már inkább hazamegyek. De kedvesek utaltak már. Hú, még kedvesebbek már, igen. Igen, utaltak. Úgy szerintem ő már hazament. Meg hát az elég egy oldalú meccs lenne. Ja, hogy nyerni a világos. Nem, de hát azért igen, itt többször is kerencben van. Hát azért még láttam én még játszani ilyen. De jó lenne, hogy megfáradt fotót róla. Igen, hogy... Figyelj, nagyon rendben van még az ember. Én nézegettem róla a képeket. Teljesen fit, teljesen jó állapotú, tehát nincsen áll ilyen Ronaldo-szindróma, hogy egy picit így megemberesedett, és akkor kicsit meg kigömbölyödött, hittottam ott, megtehetné amúgy, sportolt ő már eleget ahhoz, meg bizonyított ő már eleget ahhoz, hogy bármit csinálhasson. Igen, de tényleg jól néz ki. Nagyon fit, még fittes, nagyon fiatalos. Fit. Na, hát játszik még ő azért indulgat, ilyen kis amatőr, már hogy új amatőr, hogy ilyen kis idős. Neki amatőr. Figyelj, én nagyon örültem volna neki. Versenyeken a gráffal. Én nagyon örültem volna neki, hogyha leütögetsz vele egy kicsit, tudod, hogy találkozol. Én gondolkoztam rajta, mert egyrészt jobban vagyok a Norvival, még meg is hívott a sajtótájékoztatóra. Én nem vagyok, tudod, ez a rajongó típus. Tehát, hogy oda menni, és akkor hello. Ez nem rajongás. És akkor fogja egy ütőt gyorsan, és akkor jaj, ütök kettőt. Én ezt valahogy nem. Szerintem. Szívesen oda megyek, kezelek, de nem vagyok ez a típus, aki oda rohan egy teniszpályára, félrelők mindenki. Nyilván 26-an akartak vele teniszezni. Lehet, hogy a Norvi le is vitte, mint a leányfalura. De én oda megyek, good morning, tudod, és nem. De nem a sajtótájékoztató, hanem máskor. Elintézte volna szerintem a Norbi, hogy úgy összefussatok, hogy nincsenek ott sajtosok, nincsenek fotósok, nincsenek kamerák. Szerintem, tehát van az a kategória, ahol az ember... Képzeld, nekem ez nem okozna örömet. Mármint, hogy így, az, hogy találkozok, de csinálok egy fotót, dumálunk, oké, de hogy most... Tehát mi történik? Beleüt hármat a labdába, én is beleütök ott hármat a labdába, és akkor utána... De nem pont az. Utána mi történik, hogy elmondom, hogy teniszeztem magát, de nem teniszeztem, hát nem játszottunk rendes meccset. De játszatok rendes meccset, az a cél. Na hát az meg aztán utána azt meg az ember felejteni akarja. Tehát, hogy... Tanul el végig. Valahogy nem, én sose. Tehát most itt lenne Roger is, oda mennék, teniszklasszik, megnézném, föntről, tök jó helyről, Páholyból játszik. De hogy én most ott rángassam a pólóját, hogy fogja egy ütőt is. Én nem vagyok ez a figyelmes. Én gondolkoztam, Norbi is jó. Klasszik rendszlemet, Pitsempresszel hosszú éveken keresztül mentek ezek a kiki meccsek, világ első volt. Minden nap elolvasok a könyvébe. Hát, persze. Az ő könyve meg a Rafa könyve nálam ott van a polcon. Tehát minden nap egy sort elolvasok újra az Agassi könyvből. Csak hogy ott lenni mellette egy picit, és így látni, tényleg ez az ember a nagy idők tanulja.
Tehát, hogy egy olyan klasszis teniszező, amilyen lehet, hogy több nem is lesz. Tehát, hogy egy, gyakorlatilag egy különálló kategória. Kézzel egyáltalán nincs bennem ez. Semmi. Hát többször hívott a norvég, menjek, sajtálj, ott lesz. A vacsorára emettem volna, ahol ott van a norvég házában, és ott ülnek a rékával egy nagy, milyen káposzta fölött tettek? Valami lila káposztát tettek. Nem, láttam. Ilyen csúkot. Nem vagyok ez a típus. Engem marhára megérintenek ezek a dolgok. Tehát, hogy figyelj, mint ikon, imádom. Meg úgy nézek rá, óriási. Mondom, a könyve alapmű. Tehát, hogy én iszonyatosan szeretem. De nem, valahogy nem tudom. Antal, egy közös fotó? Egy közös fotó, és akkor rángatom, szorítom ott magamhoz, ölelem nagyon gyorsan, ott kattingatok fotót. Távolról szépen megnézem, hello, ott van, fú, de jó. Nem tudok. Tehát, hogy látok valakit, akit így szeretek, én nem tudok így oda, ilyen rajongó lenni valahogy. De nem is az, hanem az, hogy tényleg odamész, kezed fogsz fel, és tudod, hogy érzed, hogy ez az ember, ez maga annyira top, igen, annyira a csúcs, én tavaly például összefutottam a Kovács Antival a Pakson, amikor nem voltunk ugye kitelepüléssel, vagy a Kropko Petivel. Tehát, hogy én korábban mindig csak így távolról csodáltam őket, meg tiszteltem őket, mint hatalmas, fantasztikus sportoló nagyságokat, és amikor így összefutottunk, és akkor oda mentek, és tök közvetlenek voltak, tök kedvesek voltak, és kezet fogadtam velük, ez nagyon sokat jelent. Sokat jelent, és például ezt érzi minden reggel, mikor veled találkozik. Maga vagyok a történelem egyébként, komolyan, csak mondom, hát azért van. 20 éve értem. Hát most amikor reggeleként bejön tényleg, hát van itt kint ahogy hívják, a Metlahin végig két ilyen fényes csík, na azok a térdeim nyomai, ahogy ő reggelenként jön be, és én mindig térdre hullok el. Igen, egymás előtt térdre. Hát hallom. Szóval igen, persze, nagy az Agassi, meg nagyon nagy, hogy a Norbival dolgozik, meg az egész tök jó, de nem. Tényleg, még ha azon mondom, hogy a Roger itt lenne, és ő lett volna a Norbi arca, se mennék így oda, hogy nem tudom. Rádát is láttam Wimbledonban, tök jó, csináltam három fotót, ő edzett mögöttem a pályán, meg dedikált, de ott sem verekedtem át magam a tömegen, hogy neked az volt egyéb bajod is, a hamis belépő papírja. Igen, a hamis passzommal a Wimbledonban, hogy hárman szúrtak ki, hamis medzser van. Jó, hát ott a babosnak a masszőre voltam, érted? Hát valahogy máshogy néz ki, mint a fotón, tudod, ugye 70 éves csávú volt a fotón. Mondom, pici visszafiatalodtam, igen. Muszáj beengedtek. Na mindegy, úgyhogy igen, szerintem ő már elment. De nem baj. Úgyhogy lehet sportolni, na visszatérve az időjárás. A gyerekek, nem csalás, nem ámítás, tényleg jön a jó idő. Talán a ház is kiszárad, ahol ázik, úgyhogy... Sosem. Jöttek tegnap tényleg? Jöttek tegnap, igen, hát több minden van, gyerekek. Több minden ezt olvastam, hogy nem esőálló ház. Most így tegnap így nézegettem a témákat, amikkel foglalkoztatok. Vicces volt, igen. Hát érdekes, hogy... Hogy nem. De mindig az a jó ilyen téma, hogy én bedobok egy ilyen témát, vagy bármelyikünk is, utána jönnek olyan SMS-ek, hogy rájövök, hogy jó van. Nem csak nekem baj. Nem csak nekem, és az enyém a kisebb. Igen, foglalkoztunk tegnap a házfelújítás, lakásfelújítás, tehát akinek a virágos csempét a fürdőszobába fordítva teszi föl a kőműves. És azt mondja, hogy locsoljad, mert akkor majd megnő. Hát ott éreztem. Az ilyen duma. Olyan kiszálló dumák jöttek tegnap ilyen bajokból, hogy nem. Elképesztő. Nem csempét majd. Igen, kémény ferdé rakták fel a kémény neki tegnap, írt egy hallgató SMS-ben, és mondta a kőműves szakember, hogy hát ez nem ferde, csak rátart az itt uralkodó szélirány. Az ekkora duma. Hát csak kicsit rátart a szélirány. Rátart? Mekkora duma? Úristen. Ne legyenek statikai problémák a házban. Nem lehet ilyet, nem lehet kitálni. Rátart a szélirányba, hanem ferde. Zseniális volt. A csík, tudod, a körbe csík, régen a parasztházakban volt a hengerelés, a virágminta, és körbe egy ilyen záró csík. Igen, bordűrre, mit csinál, festett bordűr. Igen, és a mestere kicsit be volt már karmolva, meghúzta a csikot, és jött Marika néni, hogy de Sanyika, hát ez tök fel. A kiszárad, kiegyenesedik. Kirúgja magát. Fia, akkora dumák voltak tegnap, sírtunk rajta. Na, óriási volt. Na mindegy, úgyhogy jött az ember, hát több dolog is van. Kérlek szépen, rejtett eresz van a házon, ami azt jelenti, hogy... Ja, rejtett eresz. Ha mert az olyan, te hogy jó nincs, tudod? Hát van egy rész, amit nem annak szántak, de vezeti a vizet. A rejtett eresznek a lényeg, hogy nem kívül vezeted el a vizet, hanem effektíve bent van a burkolaton belül, és nem látod. Aha. Tehát nincs ez a csúnya eresz csatorna, ami egyébként szerintem nem annyira szép, de hát nem tudod megadni, ez beépítik. És ez eldugult fával, meg levelekkel, meg mindenfélevel, ami ilyen massza lett belőle. De nem Felipe massza, hanem ilyen csúszós, ilyen levélmassza.
belemegy az ereszbe, eldugul, és nem tudta elnyelni a vizet, és az átömlött az ereszen, és elkezdett a falon keresztül leszakadni. Aha. Úgy tudott bemenni a kis lyukon is, hogy visszafolyt a klímacsöveken, plusz leszakadt a falra. Tök jó. És átnedvesedett. Azért jó ez a rejtett eresz csatorna, mert ugye azt se látod, hogyha folyik eltömött. Igen. Azt úgy tudod, hogy esik az eső, kihajolsz, és azt látod, hogy átbukik az ereszen, ugye, mert maga a csík az megvan, csak a lefelé jövő ereszed nincs meg. Azt ott látod, hogy oldalt. Oldalt elkezd leszakadni, na akkor. Fél már viki állod? Vízesés is van. Állj már alá, figyelj már meg. Nézd már meg. Tegyél már alá, jövőd, ne pazarod már a vizet. Úgyhogy volt baj bőven tegnap. És nem jött össze, és nem mondta, hogy majd kifújjuk púrhabbal. Figyelj, mert ezt is megtanultuk tegnap. Igen. A púrhab az építőipar kalmópirinje. Így van. Pontosan így van. Ezt is tegnap. Mondták a púrhabot, azt mondta, hogy ez nem teljesen vízálló, tehát erre van egy klasszik anyag, ami nem tudja megszívni magát, úgyhogy azt ott szépen kifújta, de hát egy klassz kis eresztisztítás az még vár. Várnak, nem csinálták meg tegnap. Ő megcsinálta egy részét, amit tudta. Aztán elindultam az interneten eresztisztítás ügyben. Uh-huh. Na majd erről mesélek. Hogy na mondom egyébként csak, hogy már van vízálló púrhab is. Most lehet, hogy ötletet adtam azoknak, akik eddig lemondtak róla, mert is utóbbi idejükben nem használtak, vagy nem mindenre használták. De hogy azért. Így is van. A púrhab, a Jolly Joker, ha mindent vívő, a Lolaté. Az mint a WD-40, nem? Hát tehát figyelj, az megfogod bármi, olajol, nyikorog. Bármi baj, garázs ajtó. 40 púrhab, epokit. Mindig legyen nálad. És megvagy. Ennyi. És ezzel megvagy, igen. Jól van, játékunk? Hát 1-0, egy 11 éves kiváló versenyzővel küzdöttem tegnap sikertelenül. Ne, te tudd meg, hallod? Megették, ja, ne, megették reggelire. Kicsinálták, Jani. Jött egy 11 éves, és nem szépen, szépen játszottunk, és ügyes volt a kis csaj. Kicsinálta, kinyírta, megette, felzabálta. De nézd, ez egy színeváltoztató, egy alakoskodó izé. Tegnap itt el kedvesen, hogy persze, hát 11 éves mégis, meg ügyes volt. Megjöttél rögtön, izé meg, vagyok. Megzabáltak. Egy senki vagyok. Felzabáltak. Ne, de nincs ezzel baj, hozzuk majd, amit kell. De még fáj. Picit igen. Hozzuk, amit kell, és akkor nincs baj. Lehet jelentkezni játékra, jó? Ha láttok valamit az égen, ami elkezd ragyogni, vörös szín, nem kell megijedni. Nem, semmi nem támad, nem űrhajó, semmi, az a nap. Csak a közeledikes hangja van. Akkor fussatok valamel. Igen, egyébként az a nap. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a nulláson valami hatalmas baleset volt, lezárták, de most állítólag már megindult a forgalom, ott egy gázolás történt, és teljes pályazár volt, viszont megindult a forgalom. Tudsz erről valamit, Ákos? Jó reggelt, hello. Én is csak azt olvasom, amit a hallgató ír, hogy megindult a forgalom, jó. 10 másik meg azt írja, hogy még nem. Úgyhogy igen, hát ezért nehéz igazságot tenni, igen. Na jó van, majd úgyis megírják nekünk a legfrissebbeket. Ákos elmondja a híreket, játékra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc van pontosan, 7 óra, egy jó kis Lenny Kravitz, gyerekek. Jó ez a dal. The Chamber, szeretem. Jó, az egész Lenny album. Meghallgattam már többször. Hallottunk már róla dalt, köszönjük jó szépen. Jó, többször kellene meghallgatni, de nagyon jó volt. Jó az, gyerekek. Pörgött, mint az állat. Mi volt a címe? Motolla? Zsuzsi odapirított ebbe a kék ruhában. Igen. A fáját. Uh-huh. Egy búvárruhában van a Demcsák Zsuzsa. Nagyon komoly. Igen. Nagyon komoly. Komolyan néz ki. Ütközés gátlók vannak. Na, nézzük meg, jó? Hogy ma reggel ki a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello, Gyuri! Gyuri, honnan hívsz minket? Jelenleg Székesfehérvárról. Székesfehérvár. Kezd már ott is sütni a nap? Látsz egy fénylő, narancsínű csillagot ott valahol az égen? Sehol semmit, az nagy fehérköd. Nagy fehérköd. Hmm. Nagy fehérköd. Jól van. Oké, kivel szeretné játszani? Janival. Megtisztelő. Kiváló választás. Gyuri. Hát most úgyis kipihent. Persze. Figyelj, aki ráhúzott egy napot a hétvégére, az játszon. Ez a beszéd. Hát tegnap 3-4 hétig is tudtam aludni, aztán mentem vízumot intézni. Nagyon. Ez a beszéd. Amennyit én pihentem tegnap. Na de. Indítjuk az órát. Jó? 3-2-1 és tessék. Gyuri, kérdezni szeretnél? Esetleg? Kérdez. Parancsolj. Kérdezd te. Én kérdezzek? Aha. Úgy tudom, te szereted a várromokat. Úgy van. Várakat. Nagyon kedvelem. Én kedvelem. Meg a csokis brownikat, meg a nagymenű nőket. Hasonló akkor az itt. Ez a három. Te is csípedik ezeket?
Igen, igen. Ah, jaj, de jó, Gyuri a nagy cicikre rögtön lecsapott. Hát, Gyurikám, bevittek a málnásba nagy mellekkel. Ahogy elkezdtél őszinte lenni, Gyuri rögtön meginoktál, pedig éreztem rajta a nyugodt erőt. Igen. Majd legközelebb sikerül. Mondjuk téged se a stroke fog elvinni, hál' Isten, de örülünk, hogy valaki nem borul ki attól, hogy kikapod. Jó, van mindegy, hát majd más a bal karját levágná, hogy adásba kerüljön. Ez nem reagálott túl. De én ezt szeretem. Nincs ezzel baj. Régóta próbálkozok, majd legközelebb meg is sikerül. Ez a beszéd, így kell hozzáállni. Mi a foglalkozás, hogy Gyuri? Gépkezelő vagyok. Hát ott kell a nyugodtság. Ott nem lehet. Nem oda tartod a kezed, leviszed. Forogsz jobbra, balra, azzal a nagy géppel, hát ott valakinek elviszed a lábát, hát nem szabad ilyet. Meg nem szabad hebereskedni, ha valami baj van, akkor ott elkezdesz ott kiabálni, meg pánikolni, igen. Attól még nagyobb az űrzavar, így meg csak annyit mondasz, hogy bocs. Igen. Gyurikám, kösz a játékot, ciao. Nincs. Hello. A tízes út elesett a szokásosnál is nagyobb a dugó, mindenki erre számítson, akinek erre kell jönnie. M0-ás Csepel Kagylóskúttól torlódik, egy max másfél kilométer nem terelik le, most jöttem a másik oldalon. És még egy utolsó, a Soroksári út már most lépésben halad az Illatos úttól a Lágymenyösi híd felé. Ezt Ati küldte nekünk, 7 óra van pontosan, illetve lesz 5 perc múlva egészen pontosan, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlva 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, kevesebb az autó az úton, legalábbis én reggel ezt tapasztaltam. Nem tudom, hogy ez még igaz-e, viszont az biztos, hogy nem esik az eső, sőt, mitől jön a jó idő, ami hát értetlenül állunk a dolog előtt, tényleg. Uh-huh. Már kezdtük megszokni, hogy ez van, viszont az áradók is, patakoknak, folyóknak is mindenek jót tesz, hogy néhány napig nem esik. Szurkolunk azoknak nyilván, akik most azért ott nagy-nagy erőfeszítésekkel küzdenek, mert hogy sok-sok helyen azért elég rossz a helyzet. Viszont nekik is örömhír lehet, nyilván nem biztos, hogy ők ebben a pillanatban rádiót hallgatnak, hogy most napokon keresztül száraz meleg idő jön, csak hát még a hegyekből elég sok víz zúdul le, viszont napokig nem esik majd, úgyhogy talán ez kicsit segít a védekezésben. Szóval elkezdtem mondani, hogy kevesebb az autó, mert hogy egy hete esik, mindenki autóval járt, ma érezhetően reggel kevesebb autó volt, aztán láttam a közlekedésből, hogy ez nem mindenhol van így, de lehet, hogy ma már nem kell annyival korábban elindulni. Hát vagy lehet, hogy tudnak valamit, tudod? Hogy? Hát, hogy már el se indultak. Annyira áll a város. Ja, hogy annyira rutinosak, igen. Nagyon sok közlekedési hírünk van. Mondok egyet-kettőt, nem bánjátok? Hát szerintem legyen három. Adjál nekik. Nyugodt, tegyet. Igyatok kávét, egyetek szendvicset, mert nagyon sok van. Solymárnál az Osam mögött egy teherautó keresztben áll az úton, hatalmas torlódásra kell számítani. Teljesen beállt a kettes Rákóczi út Csepel felé az Osan körforgalomtól. De ez gondolom a második Rákóczi út. Az Osan körforgalomtól így jobb, igen. Marcsi küldte nekünk. Szerencsről kifelé a 37-es főúton mérik a Miskolc felől érkezőket óvatosan. BS a Sörös küldte ezt nekünk. Tízes út Imádlak, Pilisörösvár, Árpád híd másfél óra, legalább meg tudom csinálni a német házimat. Ezt DJ küldte nekünk. Az M0-ás miatt Cseperről kijutni a Weiss-Manfred úton fél óra, Bandi küldte ezt nekünk. És jött egy segítségkérő SMS, miszerint srácok, csináljátok valamit, vagy beszéljetek a témáról, mert ez katasztrófa. Pilis Csaba, Budapest 25 km, 2 óra. Köszönhetően a 10-es út, ürömi lámpa már egy éve csúszó rekorddrága vasút felújításának. Az egész régiót szivatják, munkahelyek kerülnek veszélybe, gyerekek hullafáradtak az ingatozástól. Ezt csak itthon lehet megtenni, írja Szabi. Na, most jött el az a pillanat, hogy annyi SMS-t kapunk a 10-es úttól, hogy... holnap megpróbálunk egy illetékessel beszélni. Egy jó? Tízes út felújító, ürömi polgármester, pilisvörösvári polgármester, valakit mi holnapra megpróbálunk. Elküldjük a leveleinket a sajtóosztálynak, hogy a Morning Show keresi őket, és reméljük, hogy tudunk valakivel érdemben beszélni. Egyrészt azért, mert hogy nagyon sok SMS-t kapunk, kettő, hogy nyilván szeretnénk mi a hallgatóinkat tájékoztatni arról, hogy mi a helyzet, mennyit kell még ott állni. Ezek emberek ezreit érinti ez a tízes út, sőt, lehet, hogy kis számot mondtam, még több embert. Beingadozás, hazaingadozás, városba, ki, be, Solymár, Vörösvár, Üröm, hát az sokkal több ember. Ugye az is. Sokkal több ember. És úgy tűnik, hogy az érintetteknek nincsen elég információjuk, és azt már korábban is tapasztaltuk, mert tényleg tudjuk, hogy ha valaki megszólal az ügyben, és legalább mond némi konkrétumot, már az megnyugtató. Igen, úgyhogy holnapra megpróbálunk valakit előkeríteni, jó? Ebben az ügyben először helyi erőt, aha. Utána. És ha nem, akkor utána megyeit, utána országosat. Megyeit, országos, lépkedünk előre. Hát ha kell, akkor megpróbáljuk a tartóst felhívni. Mondjon valamit, nem tudom. Hát nyilván azért ezt tudja, mikor adják át, hogy adják át, van-e valami
városfejlesztési terve benne van, nincs benne. Állítólag ez már benne van, és ez megoldódott, elindul a kivitelezés. Ez talán te mondtad, igen, nem? Igen, olvastuk itt a híreket, és az volt, hogy már ez egy éve megvan a terv, csak igen, nem működik. Vagy nem csinálják. Önkormányzati választások után mikor lesz? Ez pártpolitikától teljesen független, mi ugye politikával soha nem foglalkozunk, de hát ez abszolút közügy. Tehát ez közügy, az emberek ezreit érinti ez a dolog. Úgyhogy holnap majd reggel mondjuk, hogy hánykor lesz a megszólalás, jó? És akkor remélem, hogy eljut azokhoz. Szerintem ilyenkor fogjuk csinálni, ha jó a nyilatkozónak, mert tehát ilyenkor ülnek a legtöbben autóban. 8-9 után már lehet, hogy sokan beérnek. Hát szerintem a 10-es úgyhogy úton nagyon ráérsz a rádiót hallgatni. Hát igen. Sajnos. Vagy nagyon korán érsz be a munkahelyedre, mert annyira korán kell elindulnod. De holnap tényleg beszélünk vele. Így van. Feri meg én természetesen műsor után hazaindulunk, mint aki jól végezte a dolgát, Balázs pedig e-mailezik, faxol, telefonál, betervezik és zabol, hogy legyen elég hosszú távon felszívódó energiája, és addig nem nyugszik. Julival rálunk erre a dologra. Nem, muszáj tényleg, hát ez sok embert érint, úgyhogy holnapra megpróbálunk valakit előkeríteni. 81-esen a Sörédi elágazóban mérnek, ez Zotya küldte nekünk, és az M1-es Lébényi részénél most pakol a kamera, man ez pedig Szilárd üzente nekünk. Köszönjük szépen. Gyerekek, kaptunk levelet, és olyan valakitől, akitől soha nem akarsz levelet kapni. Ki az? Ki lehet az? Soha nem akarsz tőle levelet kapni. Berecki Zoltán? Már írnak, hogy mikor kezdik a munkát. Ürömön, gyerekek, kapom. Igen, az már írnak. Hát ez nagyon jó. Konkrétan illetékesek már írnak, igen, nekem, hogy szervezni, és már elintéztük. 20-a után kezdik a munkát. Aha. A körforgalomnál, de ennek holnap hivatalosan utána járunk. Na, hát akitől soha nem akarsz levelet kapni. Mit mondtatok? Bocsánat, nem hallottam. Új Berecki, van egy bárem. Nemzeti adó és vámhivatal, gyerek. Neved, kaptad. Már valaki átvette. Basszus, hát az a mi titka, a hogy ezt nem kell átvenni. Ráadásul ajánlott értelevényes elsőbség. Tehát ahogy ott van a kezedben, már utolérte. Az a baj, hogy valaki vagy a postásról, vagy a portás volt amatőr, vagy a Laci, nem tudom, Sebestyén Balázs és műsorvezető társai részt. Mi csak úgy itt vagyunk. A nevünket nem tudják, maradj csöndben. Ennyi. Kimaradtál belőle, de mi belerángattunk azért 9 óra után, egy kicsit beszéltünk a Nava Stressz labdákról. Kedves Balázs, Feri és Jami. Mondjuk el ennek az előzményét, ugye tegnap 9 óra után mi beszéltünk arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal kicsi kis fabódékba felköltözik különböző fesztiválokra, legutóbb a Borfesztiválra. Kiszúrták őket a barátaim, elmondták nekem, aztán ezzel foglalkoztunk, és kiderült, hogy néhány internetes portál is megírta, hogy ott a különböző Etyek, Tokaj, mint a Szekszárd, különböző borvidékek mellett ott van a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a fabódéja. És beszélgettünk arról, hogy vajon a lefoglalt bort árulják-e kedvezményes áron, de kiderült, ezt hogy nem. Kérték maguknak, ilyet nem tesz meg a lab. Nem, hanem stresszlabdákat osztogatnak, közben pedig felvilágosítást adnak a NAV munkájáról, ha valaki oda megy. Józanul, félrészegen, részegen. Bármiről lehet őket kérdezni, egyébként nagyon helyes maga a kezdeményezés, csak megvan, amikor ha árus vagy, akkor érted a stresszlabdát, nehogy megbukj, érted valami vizsgálatot. Ez nagyon jó. De hát ha fogyasztóként... Arról beszéltünk, azért ott fölmész, ott éppen a várba menekülni, a kicsit a napi problémák elől, és még ott is a NAV bódéjával találkozol, jött a levél. Aha. Itt van. És hogy, de mi a nevük ezeknek? A MNB? Mobil NAV bódé. Jönnek. Igen. Kedves Balázs, Feri és Jani. Ude rosszul néz ez ki, Nemzeti Adó és Vámhivatal. Jó, kis lobóval, címerek. Elsősorban Jani és Feri. Na. Kérem önöket, hogy szeptember 25-én az elmúlt 5 év teljes könyvelés... könyvelőjükkel, adó és számlakivonata. Bankszámlakivonata elszámolással, és könyveket csosszogjanak be, legyenek szívesek, nem. Nyilván nem ez van benne. Váltás fejérnemű hideg élelem. 2014. szeptember 15-i adásban a Budavári Borfesztivál kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal PR tevékenységgel foglalkozó műsorrészben sikeresen válaszoltatok az általam feltett kérdésre, így mellékelten küldöm nyereményeteket, amely tartalmazza a sokat emlegetett NAV stresszlabdát is. Köszönöm, hogy műsorotokkal ismét hozzájárultatok a Nemzeti Adó és Vámhivatal pozitív megítéléséhez. Na, ez jó, ha ők így látják. Örülök, hogy ez így ment. Nagyon jó. Munkátokhoz további sok sikert kívánok. Szeptember 15. Üdvözlettel, Schuller György Attila, pénzügyőr, őrnagy, vám és jövedéki szóvivő. Kézzel, de volt egy tesztkérdés a végén, és helyes választ adtunk. Igen. Fogad szeretettel a NAV-tól az ajándékot, mindig ilyet kapjál, sohasem mást. Ezt kívánom. Ezt kívánom neked. Ezt küldte Gyuri Attila? Igen. Felhámad, bocs, nem, ez alhad nagykora óta ismer. Ja, te már Gyuri Atti? Hát ne, hát ha már így érted, már jóba vagyunk. Ó, igazán kérdem, meg se értem. Nem.
hajrá, gyerekek, nagyon jó. Hajrá. Gyerekek, egy fehér szatyorban kaptunk. Várjál, a naftal ajándékot. Nagyon jó minőségű recicled. Aha. Ide van rakva a recicled. Tehát ez újra van hasznos. Nem rossz, jó lesz ez. Aha. Mire? Abra kostarisznyen. Van egy nafpóló. Mi van a nafpólón, ugye? Nem vagyok adócsaló, megőrülsz. Igen. Egy fehér póló, kék mintával, kék-fekete mintával. Igen, nem adócsaló vagyok, igen, ez a NAV. Na. Nem adócsaló vagyok, na, igen. A hármunk közül én fel is vehetem. Rohadjál meg. Atyaisten, mondjuk gyerekek, ez X-el lesz szerintem, ezt neked küldték. Drága, akkor lehet, hogy vagy neked éve. Takarónak, Jani. Az milyen érzés, hogy te mindig nagy pólót kapsz? Hála, ez is X-el. Az ilyen érzés, hogy te sose kapsz olyan pólót, ami jó neked, Jani. Mondjuk én se. Mind a három a felének jó. Mind a három XL-es? Jó, ne bántsuk meg őket. Nagyon köszönjük a pólót, kiváló. A Jani most fölvette, neki is nagyon jó. És jól is áll neki, térdnél. Gyerekek, tényleg drágák, hát most az ajándékra nem mondjunk rosszat. Itt van a NAV-os stresszlabda. Tényleg? Aha. De jó. A labda egyébként az jó méretű, de... Nagy úr, egy XSS-re ki tudná cserélni az enyémet, mert én hordanám. Segítek, gyerekméret. Sajtam, hogy komolyan, és az jó. Hát figyelj, az egy picit nagy. Nem baj, gyerekek, aha, ajándék, mindegy. Ne azt nézzük, ne, hogy nem ez a lényeg. Persze. Nem a fogát kell nézni. Na már inyálsz, mi? Nagyon köszönjük. Gyerekek, csak mondom, hogy milyen rendes emberek ezek ott a NAV-nál. Na, mit kaptunk mi? Bornyitót. Ne hülyeskedj. Bornyitó. Te komoly! Ami egyébként összetudott hajtani, olyan, mint egy ilyen kis svájci bicska, és úgy néz ki, mintha egy kicsi boros üveg lenne. Nagyon öcsém, helyes. De jó, minden, köszi szépen! Öcsém, hallod, nagyon durva, hallod, úristen, de durva. Ó, de jó! Na, egy kis bornyitó. Hát gyerekek, azt kívánom az egész országnak, ilyet kapjon mindenki a NAV-tól. Ne levelet! Ne levelet, ilyet kapjatok. De nagyon rendesek. Ez szuper! Nagyon rendesek. Kihajtod egyik oldala egy kis bontócska. Van benne egy szép toll is, de jó, hogyha nem. Nem tudod aláírni a bevallásodat. Ha nem neten keresztül küldöd el. Nem ám aztán látom ezeket a vaterán, jó? Mert nagy segberúgások lesznek, ha megpróbáljátok őket értékesíteni. Hallod, Jani? Nem ám aztán a jó fogásolásom ezt ma este. Na mostól leladó 2000-et. Na mostól egy bornyító stressz, 3000 forintért. Biztos nem fog. És még bőgre is. Nem fog, fogattól egyébként. Hát, nagyon köszönjük a NAV-nak. El vagyunk kényeztetve, és el vagyunk ájulva. Köszönjük szépen, Feri, csak a meghatódottságtól, meg a zsűlnek adjuk oda, félelemtől. És az összeset vigyel átvilágítani, átnézni, nincs benne lehallgató, nincs benne kis poloska, minden érte, hazaviszed. Egy-kettő mikrofon próba. Nehogy attól egy kamerástól legyen, hát. Gyerekek. Legyünk azért egy kicsit paranoiásak, nézzünk ennek utána. Én értem, hogy aranyosak, kedvesek, de lehet mögötte valami, úgy azért érted? Érted, hát mégiscsak a NAV, azért nézzük meg. Uh-huh. Nincs-e valami a boros üvegben, kis kamera, kis lehallgató. Most kapta le a fülest a fejéről a másik végén. Van vadonadózó. Érted, hát letesszük itt, kikapcsoljuk a mikrofont, elkezdünk beszélgetni, hát aztán érted? Aha. Be vagyunk drótozva. Jó, de egyébként miről beszélnénk? Képzeld el, a múltkor is, amikor elcsaltam azt a 450 ezer forint áfát, hát akkor nagyon boldogok voltunk mindannyian, hogy... Hát pontosan. Hát, ja, ilyesmit. Hát, pontosan mikor erről. Beszélgetünk mi ilyenekről? Pontosan erről. Nem tudom. Jobb ennek utána nézni. Na jó van. Nagyon szépen köszönjük. Még bármikor szívesen segítségére állunk a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. És csak vicceltem az előbb, majd belenövök az XL-es pólón. Igen, és nem 451 csaltál a Jani, hanem 600 ezeret. Így van. Kérdezi valaki, vajon ezek lefoglalt cuccok? Ne, igazi stresszlabda, ez nem hamis stresszlabda. Ez igazi. Nagyon jó. De jó. A NAV-os AI-ról számlát mellékeltek meg. Tényleg. De, bocsánat. Ajándékozás. Nekünk. Ajándékozás. Így van. Ez szerintem túl van azon az értékhatáron, amit simán el kell fogadni. Tehát kéne egy papírt aláírjunk a NAV-val, hogy ajándékot vettünk át. Mert van ilyen értékhatár, azt nem tudom, 5-10 000 forintig. Hát ezek biztos, hogy nagyon... Hallod? 10 000 csak ajándékok, igen. Én nem engedhetek meg magamnak ilyesmit, ez biztos, hogy nagyon drága. Szerintem valami papírt azért írjunk alá, jó? Gyerek, amit kell, én nem akarok, jó, mondjuk nálam azért mindig ott van a lehetőség a vádalkúra, mert elég sokat tudok Balázsról, de... Ha bármi van, te biztos, hogy szabadulsz. Én a felét kapom, te kim vagy, erre gondolj. Na, tényleg nagyon-nagyon drágák, köszönjük szépen. Mindig szeretettel fogadjuk ezen ajándékokat. Tegnap ugye beszéltem a házról, csak hogy tulajdonképpen
Hol tart ez az egész? A házról. Igen. Akarok még képmutatót erről mondani, hogy mennyire nem egyszerű a mesteremberek élete, gyerekek. Megint szembesültem azzal, hogy ebben az országban azért lehetne dolgozni, de sokan nem akarnak dolgozni. Ugye tegnap pont ugyanebben az időben beszéltünk a házfelújításokról, és elmondtam, hogy ugye ázik a házfal, kiderült, hogy a klímát nem annyira jól szerelték be, kis púrhab, az építőipar kalmopirénye, megjavították, minden rendben, most már nem nagyon ázik a fal. Kiderült, hogy az ereszt van ugye eldugulva, ezt is mondtam a 6 órás megszólásban, beütöm az internetre, eresztisztítás. Hát ha hallottatok már, igazán elkeseredett, csügget, dolgozni nem akaró, jaj, meló miatt hívja, a munkát felvenni nem hajlandó embereket, gyerekek, következő történik, ugye fel kell mászni a bádok tetőre, nagy létre, a kis porszívó, beledugni, körbe menni, hát egyrészt tériszenyős vagyok, kettő nincs nagy létrám, három, hogy nekem mondom, ez megér 10.000 forintot, mint egy comnyag, film az első számot. Halló. Mondom, elnézést, bocsánat, az interneten láttam egy telefonszámot, mondom, én csak az eresztisztítás miatt szeretnék telefonálni. 1000 éve nem foglalkozunk ezzel. Elnézést, bocsánat, az interneten volt, de hát mondom, ez még mindig fent-fen ez a hirdetés. És nem kérdezted, és most mit csinálnak? Nem kérdeztem, majd szólok akkor a munkatársaknak, hogy azt vegyük le. Mondom, köszönöm szépen, viszont hallásra. Másik, eresztisztítás. Te így beütöd, Google, eresztisztítás. Halló, tessék. Mondom. Mondom, agilis, alpinista, érted, kiírva minden. Mondom, mi van, hogyha eresztisztítás ügybe szeretnék telefonálni? Eresztisztítás! Vagy úgy! Sanyi, csinálunk mi olyan? Eresztisztítás! Hát, mondom, eresztisztítás! Sóhajtod, van. Milyen ereszt? Hát, mondom, hogy milyen függőleges, mondom, jön le a földről, mondom, rejtett teresz. Igen? Hát, mondom, igen. Hol van ez? Hát, mondom, nincs olyan messze. Picit a tetőtől lefele. Vagy akkor mindig elkezdek terelni. 10 perce a bakcsomóponttól, mondom én, nehogy megjegyen, tudod, hogy már ott budakeszi Török Bálint, azok már ilyen tudod, ilyen góvis hivatag jellegű történet. Mondom, Török Bálint. Ajja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 jj
közelésben van, és mindig, jaj, de messze. Mondom, uram, higgyel, mondom, 10 perc, tehát bakcsomópont tényleg 10 perc, minden nap arra járok. Pista! Nem hiszem. Megyünk mi török Bálintra? Nem hallottam a választ. Kis mozgolódás, kis elmegy, visszamegy, beszél. Ne haragudjon. Pista. Megyünk olyan messzire. Én mentem volna, Pista viszont. Nem tudjuk vállalni. Mondom, uram, hagyd kérdezem meg, egyébként miből áll egy ilyen eresztisztítás? Elmondta teljesen normálisan, 15 perc, kimegyünk egy 8 méteres létrával, porszívó, összeszedjük, ledugnak egy ilyen csőgörényszerűt, mert ugye el van dugulva maga az ered. 15 perc. Hány darab ered? Azért tudod, és úgy még csavar egyet, mert akkor újra belemész a dologba. Mondom, ezt most azért kérdezi, hogy esetleg kijönnek? Nem. Csak hány darab eredről van csak szó? Csak szakmailag tovább képzem magam. Figyelj. Mondom, várjon egy kicsit, mondom, kimegyek, megszámolom. A hülye. Egy, állok ott a háznál, keresek. Kettő, leszámítom, négy. Na, uram, négy ereszről van szó, abból egyet már megcsináltunk, mert mondom, a klímaszerelő egyet már bevállalt. Egész biztos, hogy nem tudunk jönni. Ha 15 lenne, akkor kijönne? Mondom, ez az ereszek számától függ. Mondja, hogy nem, hogy a török Bálint, mondja, hogy azt már nem tudjuk vállalni. Mondom, uram, kimentem, megszámoltatta velem az ereszeket. Na, akkor már mondom, most vagy elküldelek, vagy leteszem. Kettőt fölhívtam még. Nem tudta vállalni. Nem. De mi, és nem mondtad neki, azt kell tudod, mi a varázsok, kifizetem az úti költséget. Találtam egy alpinistát, aki azt mondta, alszik, hívja vissza délután. Há, mondom, ez volt olyan 12-kor, mondom, tesó, ne haragudj, nem akar. Hogy ez hogy működik? Azt kell tudom, hogy hány ereszt van, egy és körbefut. Igen. Mondom, már csak kettő, mert még egyet megcsináltam, mondom, minden nap megcsinálok. Mert egyébként valószínűleg az van, hogyha sok ereszt mondasz, ki jön. Azt mondod, hogy 25. Kijön, és mindenki ér. Lehet, hogy az volt, hogy annyira kevés, hogy ezt ő nem vállalja be. Én gondolkoztam, veszek egy hosszú létrát, felmegyek, figyelj, én megcsám. Szerintem ne. Beköttem a szemem, érted? Én ott összeporszívozott, tériszős vagyok, fölmentem tegnap az egyik ilyen létrára, 3 méter után lejöttem, mert tényleg nem bírom. Hogy ez, hogy van? Menj, de jó, Pista mondta.
Az Istvánnal beszélt, István azt mondta, hogy ne, ő kiment volna. Én, ahogy előadtad, meg elmondtad ezt a sztorit, én úgy érzem, hogy benne megvolt. Jó, azért, amikor kimész, megszámolod vissza, és elmondja, hogy nem vállalja, akkor azért mekkora volt a fejed. És utána még fölhívsz kettőt, abból az egyik alszik. István! És egy idő volt nyilván az épületben, István nem létezik. Eljátszotta. Hogy ő legyen a jó zsaru, tudod, István a rossz zsaru, eljátszott. Hogy ez hogy van? Ezt sose fogod megérteni. Tehát kifizeted a kiszállási díjat is. Kérjen, amit akar. Én beígérek bár. Igen, mondja meg, hogy 10 000 forintért menjünk ki török bár. Gyere! Gyere ki, csináld meg, nem akarom összetörni magam, látni akarom a második gyerekemet is megszületni, nem akarok combnyaktörőt, menjél föl, légy szíves, csináld meg, mondd meg, hogy menj. És nem találtam. Sose fogod meg. És nem találtam. De végre találkoztál egy olyan emberrel, aki tényleg őszintén gondolja azt, amit mindenhol csak olvasol, hogy a pénz nem számít, nem boldogít. Nem? Nem tudom, hogy ha hívsz egy mosogatógép szerelőt, a hűtőszerelőt, hogy ezt észrevettétek, hogy kicsit megsértődnek azon, hogy fölhívod őket? Kicsit, mit tudom én, három, ez nem mostani sztori, most nagyon jó mosogatógép szerelő. Három ilyen sztori. Milyen típus? Tudod, Enes? Mi a baja? Uram, mondom, ne haragudjon, mondom. Higgyel, ha tudnám, meg is csinálnám. Komolyan mondom, ha betérdelek én a saját mosogatógépembe, szűrőt cserélek, megcsinálom, hagyjuk a francba, beszélgessünk itt vidáman valami másról, mondom, én megveszem az alkatrészt, meg... Mondom, honnan tudjam, hogy mi a baja? Hát... Nem megy, folyik, azt tudom, de hogy mi a baj? Honnan tudjam, hogy mi a baja? Hát nem működik. Milyen tüneteket csinál? Hát mondom, leáll, nem pörög az a nem tudom, az a valami. Ja? Uh-huh. Igen? Nem pörög a valami. Hát az vízköves is lehet. Kellek én ahhoz? Hát ki kell hozzá, tesó? Ki? Figyelj, mondom, hogy ne kellenél? Persze, hogy kell ez. Nem érted, hogy nem értek hozzá? Három ilyen sztori, kérd, emlékszel. Kellek én ahhoz? Nyilván értem, hogy nem biztos, hogy kijön, mert neki nem éri meg alkatrészcsere, de most mit csinálj, tenyem erre öngengép alá mosogatógépet, és világítsam át, hogy mi baja van, érted? Észrevettétek, hogy ez egy ilyen tendencia? Hogy fölhívod, tisztelt a kivételnek, picit megsértődik, hogy te most ilyen csipcsúbb dologgal, hogy mit tudom, ereszt a hűtőd, vagy jegesedik, vagy valami, az a ne hív föl. Az nem. Hát de mivel van. Hívd, ha új hűtőt veszel, arra az már érdekli. De nem tudom. Hát de van használat utasításod, nem? Nem, most én vagyok a hülye? Hát abban egy csomó dolog benne van a szerkezetről. Hát miért nem biflázod be? Figyelj, én ipari alpinista lennék, én azt mondanám, uram, megnézem a dátumot, így van, 4 eresz, holnap ott vagyunk, kicsit messzebb van Török Bálint, pont ugyanannyi, mint innen, mondjuk a 16. kerületbe kéne elmenned. Hány eresz, ott vagyunk, 5000 forint a kiszállás, megcsinálok egy óra alatt, uram, jövök. Hát nem ebből élsz? Hát figyelj, ha te ipari alpinista lennél, te sisakba beülőbe aludnál. De most mondd meg, én vagyok a hülye. Ment a mikrobuszban a házam. Járó motorra. És hadd kérdezzem meg, mennyi idő, amíg ki tudnak jönni? Már itt is vagyok. Honnan tudják a címet? Uram, nyissa ki a kaput. Az, hogy mikor megyünk el, mert máig vagyunk. Nyissa ki a kaput, uram, itt vagyunk a ház előtt. De nem így van, mosogatógépszerű. Uram, jövök, milyen, megoldom, itt vagyok, csinálom, jövök, hopp, kész, megvan, hozok alkatrész, páf, kész, hát ebből élsz, hát tök jó. És mi történik? Szájról szájra terjed, nem? Tehát ha te egyszer szerzel egy jó munkaerőt, aki mosogatógépszerű, arra úgy vigyázol, mint a kincs, és továbbadod, hogy gyerekek, ez jó, megbízható, hozza az alkatrészt, ott van, csinálja, így van egy gázszerelő, vízszerelő, festő, mosogatógépszerű, hát ez tök jó, nagy... Két-három javítás, és már Szentestére is hívott. Hát. Figyelj, nálam az összes munkás ott vacsorázik. Mindenkinek jut egy tányérhalászni. Ott ülnek kezes lábasba, gumicsizmába. Hogy ez, hogy működik? Nem hát, kell a meló, valószínűleg tele vannak. Csak akkor valószínűleg tele vannak. De akkor miért nem mondja azt, hogy uram, ne haragudjon, jövő hónap közepére tudjuk csak vállalni. Figyelj, nálam, én egy elvarázsolt kastélyban lakom, ezzel a házzal minden évben történik legalább 8 dolog. A parkettes történetet meséltem, felázott egy 10 centiméter, figyelj, ez egy házam, elvarázsolt kastély. Áztunk egy kicsit, és felázott egy ilyen, mit tudom, 2 négyzetméteren a parketta. Negyedik parkettást hívom. Mi a baj? Mondom, egy méteren fel kéne szedni a parkettát. Már le is tette. Ja. Egy méter. Hát neki, hát az neki nem éri meg. Hát ő házakat csinál. Uram, tudom, hogy mindenki házakat csinál, de valaki ez el kell jutnom. És most mondom, akkor mondom, adok egy plusz munkát, mondom, akkor fel kellene polírozni az egész szobát. Ja. Hát most egy méteren felszedni, visszarakni, megvárni, míg kiszeressen, felpolírozni, uram. Hát. És azt éreztem rajta, hogy én ezzel megbántottam. Hogy hát meg kevés. Ha másképp kellett volna mondani, 1000 milliméter. Ja, oké. Nyilván tudom, hogy a parkettások is be vannak táblázva, mert baromi sok átszólítanak, és az éri meg nekik. Aztán találtam egy nagyon helyeset, aki azt mondta, hogy tök mindegy, mennyi ők jön. De ez valahogy annyira furcsa. De a családdal együtt, és akkor körbe mennének a házba, és hogyha lehet, néhány fotót is csinálnának veled együtt. Nem, kijött, és aztán megcsinálta. Tehát ez tök jó. Figyelj, nem jössz hozzám ereszt készíteni? Te olyan magas vagy, neked nem kell létre. Te csak így benézel, csinálsz egy ilyet, befogod az egyik orjukodat, és
Tényleg. Lefelé nem lehet fújni. Aztán felszívod a leveleket, körbe mész, a másik oldalon kifújod, és kész az ered. Szerintem fújni nem lehet. Vagy fújsz egyet. Gyere már ki hozzám, ezt elállunk. Mész a másik utcába, a bocsék előtt a vízelvezető áruba. A másik oldalon meg ki. Figyelj, nálunk neked ez egy 10 perc. Én megfizetem a kiszállást. Mennyi? Kapsz két jó bort, leülök ott valami marhát neked, aztán nézel. Csak a kes. 20-20-ba meg vagyunk, csak csináld már meg. Figyelj, nem lehet, hogy a te házadat az SHOS-nek, a Szervizhálózatok Országos Szövetségének építetik referencia a háznak? Gyerekek, az én házam egy élőház, én erre mindig ezt mondom. Lelke van, projekt. Lelke van, rázik, elromlik, figyelj. Vírusokat kap el, kicsit néha beteg. Szóval komolyan, egyszerűen döbbenet. És akkor most végül van ember, aki kijön? Egy ember kér délutára visszahívást, egy alpinista mondta, hogy ő ezt most nem tudja megmondani, hívjam már vissza délután, hogy beleférek ebben, annyi melója van. Aha. Az alvó mondta, hogy az alvó is mondta, hogy délután azt nem hívtam vissza, de feladtam, egyelőre nem. Mit mondott? Vagy mikor hív vissza? Pontos időpontot mondott? Nem, de lehet, hogy elromlott az ébresztő órája. És ébresztetni akar. Fé, nem lehet, hogy a te házad az nyári háznak épül? Lehet, ez egy ilyen hétvégi ház csak? Igen, mert nyárra nem sok gond szokott vele lenni. És télre le kell takarni egy marha nagy fúriával. Ne házol, nem? A Viki azt mondta, hogy szellemek vannak nálunk szerintem. Nem találtatok a garázsba egy rohadt nagy ponyvát, amit az előző tulaj hagyott ott, mert lehet, hogy azzal kellett takarni télire. Ha egy hétig minden rendben van, már kezdek gyanakodni, és végig kopogtatom a falakat, hogy nem ázunk, nincsen valami rejtett a számot. Szoktad mondani, hogy ki vagy? Nem mutatkozol? Hogy... Soha. Na, ez már hogy érted, hogy soha. Balázs vagyok. Azt mondja, uram, nagyon ki vagyok. Rohadtul ki vagyok, jöjjön ki valaki tisztít. Nem mondom soha. Nem mondod. Nem, mert nem akarom, hogy most azt gondolja, nem mutatkozom. Nem segítség lenne, szerintem. De mit mondjak? Van egy morning show sajánlás. Uram, hallgat reggel rádió műsort? Igen. Na, akkor ugye nem kell többet mondanom. Hányra? Hogy indít csak el egy ilyenből? Na, akkor ugye megkérd, hányra van itt, uram? Hogy indítasz el egy ilyenből? Máshogy állnak hozzád, hidd el. Á, nem szoktam ezzel. Vágó István meg a Friderikusz nevére szoktam étterembe asztalt foglalni, és mindig megnézem, hogy ki kapja a jobb asztalt. Ez jó. Gyerekek, a Fridi vezet a vágóval szembe. Fridi jobb asztalt kap. Mindig megnézem, mindig különböző hírességek nevére foglalok asztalt, és megnézem, hogy ki kapja a legjobb asztalt. De a vágót most rosszabb helyet, tessék? Azon, hogy azt mondod, hogy Friderikusz Sándor vagyok. Én bemegyünk a Vikkel, és ami Friderikusz az úr nevére volt foglalva. Ugye azt hiszik, hogy megjön ő, és aztán látják, hogy nem nagyon jön. Jó. És azt tesztelem, hogy melyik étterembe kapja a jobb asztalt. Tehát ezt nagyon sűrűn eljátszom. Ez teljesen jó. Na mindegy. Ráadásul tényleg így lehet egy jobb asztalt. Hát vagy rosszabbat, ugye? Most bemondott, hogy Vadó János ott leültetnek ott a bejáratnál. Hallod? És ennek ellenére úgy se eszik sokat, úgy se fizet sokat. Nem fogjátok elhinni. Ettem már jót. És nem tudom, hogy. Na jó van. 7:30 pontosan 7 perccel Óven bácsira, Berulénire lehet jelentkezni. Jó, egészen nyugodtan. Mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Érdekes, hogy közben azért itt elkezdtünk beszélni, de mindenkinek van ilyen története. Tehát Ákos elmondta, hogy neki konkrétan azt mondta a mosógép szerelője, hogy nem jön ki, szerelje meg telefonon keresztül, és elkezdte leszereltetni vele az elektronikát. Segít, majd ő mondja. Telefonon keresztül nagyon mondta. Igen. Anna is 4-szer hívott ki valakit, nem jött ki. Azt, ez ilyen kicsi hiba, hát a kiszállás többbe kerül. Nem, de miért nem? Hát ezt megcsod rendesen, akkor mehetünk tovább. Várja, már jön, figyelj, felhúzta magát. Már kiabál. Mondd meg nekik, Na most mondd meg. Mert a kiszállás többe kerül. Oké, de azt te kifizeted ki. A kiszállást. Nem éri meg, akkor se, ha kifizeti, csókolom. És erről beszél, akkor ne jöjjön ki, de ne gyere. De tényleg, az Ákosnak a szerelőek azt mondja, hogy milyen elektronika van benne. Hát annyit tudok, hogy ez egy mosógép. Hát szedje már le, pattintsa már le az elejét, nézze már meg az elektronikát. Ekkorák, nem? Zseniálisak. Abszolút. Imádom. Van egy SMS-ünk, illetve több is 3 napja gázszerelőt hívom, cirkójavítás. Kérdezi a szerelő, mi a baja? Mondom én. Valószínűleg levegős a rendszer. Mondja ő. Ó, asszonyom, azt inkább csinálják meg maguk. Minek fizetnének nekem? De nem tudom meg. Igen, mondja az SMS író, mondom én. De valószínűleg utána is kell tölteni a vizet, erre mondja ő. Általában az így van. Aha, mondom én. Elnézést, uram, de én cukrász vagyok, nem jön neki mégis. Küldjön egy SMS-t, mondja a szerelő. Jelentkezem, hogy mikor tudok menni, most fontosabb munkáim vannak. Ráadásul nem idegen, mindig őt. Ugye nyilván eldöntik, hogy
mi az, ami jobban fizet, vagy többet tudnak elkérni. Tehát nem véletlenül hallgatja meg, hogy mi a probléma. Ha látja, hogy kevesebbet kap, akkor az előre sorolja azokat, ahol alkatrészcsere van, keres rajta több a kiszállás. Tehát anyagi szempontok alapján döntene. Csak azt gondolná az ember, hogy olyan sok mosogatógép szerelő, villanyszerelő, hát beütöd az internet, ezer van, hogy a kis pénz, vagy a kis munka is munka. Nem? De közben azt lehet, hogy ennyire leterheltek, hogy egész egyszerűen nem, nem jönnek. Azt kell csinálni, hogy fölhívod a csávot, és elmondod, hogy leszakadt a gégecső, a vezérlőpanel itt lóként kiégett az egész. Bevízkövesedett, leszakadt a dolog. Én csináltam ilyet. Mi a baj? Szerintem szivárog a gáz. 2 percen belül. Na, a gázszivárgás megszűnt, viszont az eres csatornánk el van tömödve, itt egy kis vízszivárgás van, ott pedig felpuposodott a parketta. Tudnak segíteni? Egyébként ennek egyetlen egy előnye van, én úgy szerelek meg dolgokat, ahogy 3 éve még nem is gondoltam. Levegős a rendszer, leengedem. Utána kell tölteni, tudom, hol az utána töltő, nézem a boiler, mennyit ír ki, vagy maga a kazán. 1-3 a nyomás? Föl kell vinni 1-5-re. Lekapcsolom, rányítom a főcsapot, fölküldöm, visszakapcsolom, látom 1-5 a nyomás. Oké, megvan. Hogy kell csomó? Ki kell csavarni, amit csavart? És a radiátor kiléktelenített, persze. Csak ugye oda. Úgy kell, hogy alulról keringet, nyomod bele a vizet, fölülről meg nyomod ki a levegőt, tehát ezt ketten kell, hogy csináljátok. De például, ha nálunk kell ilyet csinálni? Ezeket nézd, már simán. Az egyik gombot majd nyomja, Balázs a másikat te. Hogy melyik az a gomb, azt nem tudom. Figyelj, csomó mindent tanultál, nem? Egyébként nagyon sok. Ugye másfél előzött, még betelefonáltál valakinek, egy szerelőnek, hogy ezért, hogy úristen, nem fogják, hogy beszakadt az ablak. Kijöttük, és mondták, hogy bukonyíló. Nem, ferd az ablak, ferd az ablak. Uram, csukja be. A párom 3 szerelőt hívott az elromlott mosógéphez, ebből 2 nem vállalta, a harmadik meg telefonon keresztül akarta megjavítani a párom segítségével. Írja egy hallgató. Bali, én kitisztítom az ereszt ingyé, ha behozod a műhelybe. Tábornok úr. Köszönjük szépen, nagyon szép SMS, köszönjük szépen. Még a navos ajándékra jött egy SMS, tisztelt Balázs Jani Feri, ez az ajándék és elismerés nem jelenti azt, hogy mentesülnek az ellenőrzés alól, hisz a játékpénzes fogadások a mai napig gyanúsak. Üdv a NAV, köszönjük szépen. Nem is gondoltuk, csak vicceltünk. Amit nem annak éreztek, az is vicc volt. Minden vicc volt. Szia Balázs, most ébredtem fel, mehetek az ereszt kitakarítani. Az alvó alpinista. Megriadt az alvó alpinista, igen. Azért vannak pozitív SMS-ek is. Ács vagyok, mi szívesen vállaljuk a munkát. Klímások vagyunk, és a létrán sem félünk. Szívesen segíteném megoldani a problémát. Írja nekünk Laci. Balázs, ha szerzel egy létrát, én ingyen megcsinálom. De nincs létrám, 8 méteres. Igen, én megcsinálom az ereszt ingyen, de mi az és hol van? Kérdezi Joe. 3 mosogatógép felett ingyenes a kiszállás, írja Hajni. Kinek van 3 mosogatógépe? Szíget. Azért az nagyon menő, ha 3 mosogatógép. Rossz mosógép? Tehát mi azt jelenti, hogy 3 rossz mosógép? Hát vagy 3 rossz mosogatógép, vagy 3 rossz mosógép után ingyenes a kiszállás, igen. Most nagyon gondolkodom, hogy egy mosógép meg egy mosogatógép lehet, az már 2, hogy mit tudsz még hozzácsapni. Ne, akkor várjál, csak az egyik van elromul, várjál, addig még elromlik valami. Ez mindig csak 2. Igen, akkor az, hogy hívják, mit tudom, másfél év, 3,5, 6 év múlva. Mi lesz a harmadik? Hát, a mikrót hozzá csapod, vagy? Igen. Bali, itt vagyok nálad, mindjárt meg vagyok, Laci a P. De rendes vagy. Jó, csak néma riasztó vagy, gyere ki, mert 2 percen belül mindenki ott van, úgyhogy nagyon vigyázz. A mi szerelőnk másfél éve vitte el a kerámia lapos tűzhelyünket javításra. Azóta hívjuk, SMS-t is írunk neki, néha válaszol, hogy jelentkezni fogok. Hogy minden rendben működik, semmi nem ég oda rajta. A család nagyon szereti. Nagyon kedvük a nejem. Igen. Balázs, én egy 20-asért kimegyek, és egy domestosos vízzel átmegyek az ereszeben. Hát lehet segít, igen. Kapuszerülő vagyok, én is megszoktam kérni a tulajt, hogy 2 dolgot nézzem meg. Nyilván, hogy nehogy valami olyan, ami banális is kiderül. Van a készpénzzel. Igen. Ha cukrász, akkor természetesen azonnal kimegyek. Autokiller írta nekünk. De kedves. Új rovat. Balázs megjavítja tüstin. Egyébként igen. Ízibe. Na jó, van, látom azért, hogy ez egy kollektív tapasztalás azért sok mindenkinek. Szóval, hogy ez nem egy egyéni probléma. Igen. Most kipróbálhatnád valaki írjait, Andi, hogy ugye az étteremben az asztalfoglalásnál a 2 nevet teszteled. Most több nevet tesztelek, de általában ezt a 2-t, igen. A Friderikuszt ugye, meg a Vágó Istvánt, hogy a nevükben hívják ki szerelőt. Friderikusz úrnak intézkednék, melyikre jönnek hamarabb? Na, Vágó úr nevében intézkedem? Nem rossz. De mi legyen, dugulás? Abba például. Hát bármit mond, persze, hát úgyis kimegy. Nem kell igazolni magadat. Vágó Istvánt, mi a probléma? Hát nézze.
A feleségem használta utoljára. Csőgörén kellene. Én az asszisztense legyek? Igen, te vagy az asszisztense. Lehet feltétlenül. Legyek a Vivinek hát az asszisztense, és hívjam, hívjam ki. Kertész. Van egy, mi vagyok én? Tényleg. Szerzel valahol egy barna szakót, meg egy, hogy hívják ott, egy ilyen STK keretes szemüveget, és... De ez nem videótelefon. Meg, hát megvan, ahogy hívják, de amikor kimegy a házhoz. Megvan a kis körszakállat, és akkor nagy a probléma, nagy a probléma, jöjjön kérem, fáradjon velem. És eljátszom, vágott egyébként, a szép lehet. Na jól van. Oké, nézzünk gyorsan egy-két közlekedést, mert vannak fontos hírek, már a határ útnál áll a sor, mi van a Rákóczi hídnál, kérdezi valaki. Ahogy tudjuk, hogy mi van, akkor azonnal megírjuk. Szerintem ott egész egyszerűen egy sávra szűkül a forgalom, mert tegnap is hatalmas dugó volt, és emiatt nagy a sor. Nemzeti Színház. Cseperről a városba jutás lehetetlen, Weiss Manfred és Soroksári út teljesen beállt bridge küldte nekünk. Nem tudjátok, miért áll a Grassalkovics út, kérdezi Tamás. Tamás, ha tudjuk, akkor azonnal mondjuk. Kis János, Altábornagy utca, Alkotás utca sarkon mérnek a rend őrei. Műszaki hívás kamion a leállósában, az M3-as 47-es kilométerénél Nyíregyháza irányában, és Pomáz és Budakalász között van egy baleset, ez Kozák Bence küldte. Nekünk, mi pedig Óven bácsival és Berunénivel játszunk már is. Óven bácsi és Berunén. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Jó reggelt! Dugulás van? Szorulás? Nem, küzdök. Minden rendben? Ilyen problémákkal, igen. Mi cirkóval küzdöttünk, de szerencsére találtunk egy jó szerelőt, úgyhogy... Na, elsőre? Megoldotta. Igen, elsőre, hál' Istennek, és nem is volt túl nagy probléma, csak egy újraindítás volt, és telefonon keresztül mondta, hogy mit kell csinálni. Újraindítottuk a rendszert, és semmi baj nem volt, úgyhogy szerencsére megoldottuk. Pirosan villogott a LED, aztán zöldre váltott? Pirosan villogott az egyik fényjelző, a másik fényjelző 40 foknál meg zölden villogott. Ennyi. Bocsánat, hogy muszáj volt ezt is megtanulni a gyerekek. Igen, mondjuk ez olyan tudás, amivel nem mindenki büszkélked vagy örülne neki, ha rendelkezett, de Balázs az összes hiba üzenetet is. Gyerekek, ha pirosan villog, már tudom, lekapcsolod, visszakapcsolod, ha akkor is piros szerelőt hívsz, ha zöldre várt, akkor működik. Igen. De egyébként, hogyha 60 foknál villogott volna, akkor ki kellett volna egy olyan, mert akkor más a probléma. Hoppá. Azzal vigyázzak el már, az már majdnem derékszög. Igen. Kisgyermek hangját halljuk, Eszter? Igen, 9 hónapos kisfiam, éppen ő is próbál hozzászólni a műsorotokhoz. Na, hogy hívják? Ferkónak hívják. Ferkó? Igen, Ferenc. Hát nagyon szép nevet választottatok neki. Gratulálok. Így alakult ez, van, most már nem lehet visszacsinálni. Igen, jó, hát majd mi sajnáljuk, de hozzászoktok előbb-utóbb. Apuka is Feri? Igen, apuka is, így van. És akkor van most Feri meg Ferike? Hát igen, van a nagy Ferenc meg a kis Ferkó. Ferkó. És van más is, aki Ferkó? Persze. Hát igazából így a családban a férfiak, ők Ferkók nálunk. Mindenki ilyen Ferkó? Hagyomány. Hát, igen, a fiúk Ferkók. Aha. Egyszer kell csak kiszólni az udvarra, hogy ebéd, Feri. Igen, mit csinálsz, Feri, és mindenki oda kapja a férfi. Ez olyan fura, amikor az apa fia ugyanazt a nevet kapja valahogy. Hát nálunk ez azért van, mert van egy ilyen családi ilyen bélyeg, pecsétgyűrű, amire bele van gravíroztatva a vezetéknév és a keresztnév, és akkor ez így apáról fiúra száll, és akkor hogyha fiú... Még olcsóbb ugyanazt a nevet adni, mint újat csináltatni egyébként, ez abszolút. Igen. De nem, ez ilyen hagyomány, hogy ezek a gyűrűnek azért eszmény értéke van, hogy az már az ők nagyapától száldogál apára a fiúra. Szép egyébként. Igen. Ez nagyon szép. Csak most lehet, hogy azért Gőgics a kis Ferikemen bejtett a lefolyóba. Már viszi a víz. A rosszabb, hogy megette. Kicsanál a bűvösködik. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Veru néni. Figyeljen a kis Ferike is. Tisztítják az ereszt. Nagyon helyes. Rejtett ereszt. Rejtett ereszt tisztítás van, igen. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. Figyelj, Eszter. Figyelj, Ferike. Okay. Na. Hát ez szerintem Ferike tudni fogja. Bár Ferike elég fiatal. Ferike fiatal még, de szerintem ismerheti. Kérhetem még egyszer. Hogyne, mutatjuk, figyelj. Na. Komolyan mondom, egész héten az összeset tudtam. Komolyan? Ami eddig volt, igen. Hát ez mindig így van, az ember adásba kerül, és akkor ott egy kicsit így. Hát mondjuk egész héten nem nehéz, mert ma kedv van. Igen. Az összes... Jó, igen, de igen. Szóval hát szokott eddig a legtöbbet tudtam. Szokott menni. Megmutatjuk még egyszer, hát ha figyelj. Jó. Na.
Hát lehet, hogy egy hosszabb részletet. Nem megy? Biztos? Nem. Van tippem, de nem akarom ellőni. Jó, figyelj, a bögrét kivettük, még a többi meg lehet. Jön egy hosszabb részlet, figyelj. Köszönöm. Hát ez most már tudod. Ismer? Ja, igen, igen, jó volt a tippem. Mindjárt mondom, hogy ki a... nem Neónak, hanem van egy... Nem, az a nő, aki énekli. Igen, addig megmutatjuk még egyszer, figyelj, csak hogy tudják közben gondolkodni. Igen, igen, énekem is a fejembe, csak a hölgynek, aki énekli, annak a neve nem jut eszembe. Az nem is kell. Az nem baj, ez zenekar is jó. Vagy számcím, vagy dalcím. No, mutassuk még egy. Hát, semmi? Akkor meg... De nem, megvan, csak nem jut eszembe hát... biztos az együttesnek a neve, és tudom, hogy kiment a lány Angliába, és most visszajött, igen. És igen. Egyedül énekel, és ő nekik a daluk, csak... Péter Szabó Szilvia hívják, de nem ez a kérdés. Igen, de nem ez a kérdés. Csörögjünk később? Nem. Hát figyelj, akkor viszont megmutatjuk, mert sokat vártunk. Jó. Figyelj, hallgatunk. Ez a Nox. Az, igen. A Nox lett volna, így van. Hát ez Murphy, amikor végül sikerül, akkor nem sikerül. Igen. Százszor ölej még. Vagy ölej meg, nem tudom. Igen. Jó, majd két megszólás. Igen. Legközelebb sikerül. Jó, örülök, hogy bekerültem, meg beszéltem veletek, úgyhogy már ez is nagy öröm nekem. Eszter, ennek mi is nagyon örülünk, puszíjuk Ferikét. Jó, köszönjük. Neked meg kitartása az eres csatornában. Előbb-utóbb találunk valakit. Köszi, Eszter, ciao. Én is köszönöm, sziasztok. Hello. Ciao. 8 óra van, pontosan jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig itt vagyunk a hírek után. 4:09 van, egészen pontosan jó reggelt kívánunk. Drága Morningshow hallgatók, itt vagyunk, nem esik az eső, sőt, mi több, hát hamarosan egy ilyen kis csillogó, fényes, valami tűnik majd fel az égen. Még nem láttam. Nem láttunk, de emlékszünk rá, hogy hívják. Úgy hívják nap, egy nagy, fényes csillag, rohadt meleg valaha közelébe mész. Úgy néz ki, hogy ez ma sütni fog. Úgyhogy hát egészen fura tiszta eget látni majd, napsütést. Az elmúlt pár hónapban ebből kevés volt. Csak a nihil, csak a vihar, csak az eső. Gyerekek, az eső, az elmúlás, hát soha nem jön jobbkor néhány száraz nap, mint most, hiszen nagyon sokan küzdenek ugye, hogy megállítsanak egy-egy áradó patakot, folyót, úgyhogy néhány nap szárazságra lehet számítani. Most még talán ezt nem annyira érezzük, de egészen szombatig vagy vasárnapig indián nyár, gyerekek. 25 fok, gyere, nem hiszed el. 3-4 nap összefüggő 25 fok, értitek? Mi van az időjárással? Nem értem. Most pótolja a nyarat, kicsit későn, de próbálkozik. Ebben az éven szerdára esett a nyár, nem? Gyerekek, hát ez nem volt. Konkrétan a közhelytényleg, de hogy komolyan. Nagyon régen nem volt. Nem, igen, azt írja valaki, új gyerekek, ez a zséda a kedvencem. De ez egy nagyon jó zséda szám volt, igen. Egyre nagyon jobb a csaj. Igen. Egyébként tényleg. Egy jó kis Iron Maiden. Csak így a rock rovatban 8 óra után. Hát gyakorlatilag a világ egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb metal zenekar. Balázs eredetileg egy Natalie Imbruglia-t szeretett volna, de véletlenül mellé mutatott, és ebből lett író majdnem. Igen. Nem tudtam megakadályozni, gyerekek. Nem, jó volt ez. M3-as kivezetőn a Sákutnál mérnök a rendében Őrei ezt igazgató úr küldte nekünk. Az M0-as tök jó járható az M1-től az M5-ösig, az M1-nél viszont van egy lézersó, üzeni nekünk Bolygó Hollandi. Jó hír, MÁV! Na, is ritkán van. Gyál nyugati pályaudvar pontosan indult és pontosan érkezett. Andi Bandi. Te jó. Hát gyerekek. Erre én ránézek. De nagy lelkű! Megérdemli a MÁV. Megérdemli. De komolyan mondom, megérdemli, mi sokat ekézzük őket, nem is őket, leginkább a hallgatóinkkal vagyunk inkább, és őket sajnáljuk, és próbáljuk nekik segíteni, ez nem a MÁV ellen van, vagy nem a MÁV ellen szól. Viszont azt is beolvassuk, hogyha pontosan beérkeznek. Mit mutat a térképen? Kérlek szépen, keleti sűrűsávvonalon csak egy 6 perces késés, nagyon gyönyörű, a Balatonparton van egy 35 perc, Székesfehérvár Tapolca, megnézem még a győri vonalakat. Te most mondd a jó híreket. Okay. Most mind, az jó, hogy ez mind pontos. Ez mind jó. Nagyon jó. Ilyen 5 percecskék vannak. Jó, Monor, hát ez Budapest, most egy pici menetrendigazítással az simán meg lehet nyugati oldani. Monor 11 perc. Oh, az gyerek. 8 perc. Ne? Meg döbbentő. Cegléd. És mit mondtál, hogy egyébként, hogy honnan indul, Gyárról? Ezt írta nekünk egy hallgató, igen, hogy Gyál nyugati, egészen pontosan beírta. Már azon a vonalon. Azon a vonalon, így van. Hát, jó. Mert?
Hát gondolom, hát nem mindegy, hogy hova érkezett pontosan, mondjuk felső pakonyba van. Ja. Ja, igen. Tudom. Elvileg gyá Budapest lett volna, most itt vagyunk Bugyiban, állunk egy ideje, nem tudjuk, mit keresünk itt, nem tudjuk, miért vagyunk itt, és azt se tudjuk, miért megyünk tovább. Nem, én szeretem, ha ők időben odaérnek, azt is bemondom. Ez hát nagyon az, jó. Az mindenképpen ez pozitív. Ez erőt ad az éppen most a MÁV szerelvényeire várakozóknak valamelyik megállóba, hogy van esély, jönni fog a vonat. Biztos vagyok benne, hogy a mozdony vezetőnek a képét felrakták az, akikre büszkék vagyunk, a pálcarácsos. Igen, igen. Táblácskára. Berlin-Budapesten van egy 20 perc késés. Hát jó. Érted, de milyen messze van Berlin? Ne vicceljél már. És biztos a németeknél késik. Nálunk majd behozza. Nálunk majd behozza. Az M2-esen Szőrdliget előtt a hippik mindenkit lájkolnak az út szélén. Ezt Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mondtad, Jani, hogy mondani akarsz valamit. Ja, képzeljétek el, hogy egy elég fura sztori alakult így ki körülöttünk, mert hogy mostanában egyre gyakrabban hívogatnak minket egy ingatlan miatt, amit mi állítólag el szeretnénk adni. Na most annyira nem állítanak a valótlanságot, csak az a baj, hogy ez az ingatlan, ez Dunaújvárosban van, és hogy mi eddig nem tudtuk róla, hogy nekünk van egy Dunaújvárosi ingatlan, mi ennek nagyon örülünk. Tehát így én nagyon örülök neki, nem láttam, még nem jártunk, mielőtt el kell mindenképpen kimennénk és megnéznénk. Hogy mit adtok és el? Igen, hogy mit adunk el, mert képzeljétek el, hogy fönn van egy hirdetés több ingatlan portálon, ami egy dunaújvárosi felújított ingatlant próbál meg így reklámozni, értékesíteni, és van ott egy telefonszám mellette, az pedig hogy nem a feleségem telefonszáma. Nagyon jó. Én mondjuk az a baj, hogy vagy megnézném, írtatok házassági szerződést annak idején, hogy van-e benne, hogy ő hozott a kapcsolatba egy Dunaújvárosi percót. Ez is egyébként egy jogos felvetés, mert jól terel, ennek ma utána nézzük. Ugye? Figyelj. Érted, lehet, felhívnám, hogy a Mónikának van idegen valami hanggal, hogy azért nehogy belemenjünk egy ilyen kis ingatlan értékesítésbe. Aha. Örökösödés, a többiet tudtod nélkül azért, nehogy aztán. Szia anya, elnézést! A Dunaújváros ingatlan iránt érdeklődés. Tiszteletem, jó napot kívánok! Olyan ismerősen. De kiderült, hogy... De lehet, hogy valami elírás, nem? Hát attól félek, hogy nem, mert nem hiszem, hogy létezik olyan telefonszám, még egy olyan telefonszám, ami mondjuk egy szám eltéréssel ugyanaz lenne, mint a feleségemé. Hát az lehet, hát mondjuk a hatosat, a feleséged vége, de mondjuk mit tudom én, 8-ast akart ütni. Csak elcsúszott a keze. Nem, a feleségem végig az oknyiban alszak. Figyelj! Bosszú lenne. De hát ha valaki bosszút akar állni, és reális az ár, amivel feltették? Tehát, hogy nem, mert hogy ár sincsen fent, aha, tehát hogy arról szól a hirdetés, hogy ráfizetne az illető, mert ehelyett a lakás helyet szeretne kapni, ez egy egyszobás felújított, mondjuk egy ilyen másfél-két szobásat ráfizetéssel. Aha. Kép van? Nincs. De kár. Nem, azon gondolkozom, hogyha valaki ki akart volna veletek szúrni, akkor vagy feltesz egy olyan áru lakást, ami irreálisan olcsó, hogy 100-al hívják egy nap, de ha nincs ár és cserélni akar, akkor ez nem tűnik azonnal kiszúrásnak, mert akkor én fölrakok, mit tudom én, egy tényleg, mit tudom én, SL Mercit, és azt mondom, hogy ez most családi okok miatt 4,5 millió forintért eladó, és fölhívnak egy nap 3000-en. Érted? Tehát, hogy ráadásul Dunaújvárosi kislakás cserélne nagyobbra, nem tűnik annyira kiszúrásnak. Szerintem nagyon sok lakótelepi lakás eladó, és pont ez igazából a horog vagy a mézecsmadzak, hogy te ráfizetéssel egy nagyobbat szívesen vásárolnál. Nagyon sok ilyen kondíciói lakást lehet kapni. És jönnek a telefonok, és így egyszerűen nem tudunk vele mit kezdeni. Ráadásul úgy utána keresgettem ilyen internetes portálokon, meg is találtam amúgy a hirdetést, és sajnos ez ilyen gyakorlatilag ilyen fiktív adatokkal is beregisztrálós oldal volt, tehát gyakorlatilag bárki bárhonnan beregisztrálhat, úgyhogy igazából nem kell, persze nem ingatlan közvetítő, meg nem is egy olyan lap mondjuk, ahova valóságos adatokkal kell bejelentkezni. Kivel szúrt ki Mónika az elmúlt fél évben? Virággal. Hát akkor megvan. Nem engedte este mesét nézni. Az a baj, többször is eltiltott a számítógéptől. Szerintem ez a dolog most ebben a durva dologban. Igen, anya, igen, akkor írom is. Gondolkozom, hogyha valakivel igazán ki akarnék szúrni, akkor egy ilyen Dunaújvárt. Az a baj, hogy ilyen olyan, tehát hogy akkor nem egy Dunaújvárosi ingatlan hirdetést rakok fel, még ha nagyon kellendő is. Tehát, hogy nem, akkor szoktad a pornót, hogy hív éjszaka is. Igen, hív éjszaka is, ha azt mondom, hogy elnézést, téves, ne add föl, hívj újra, kicsit szégyellős vagyok, ha letagadom, tárcsáz újra. Nem tudok beszélni, ne add föl. Ha szadom inkább az oldalakon lévő hirdetésének a 90%-a Balázs ismeretlen, illetve ismerős ellenségei közül kerülnek. Igen. Inkább este hívj 8 után. Igen. Ha letagadom, nem veszem föl, ne add föl, hívj újra. De kellemetlen.
Hát igen, mert az embernek számot kell változtatni, nem? Előbb-utóbb, tehát hogyha még most 3 héten keresztül napot a 100-szor felhívják a Mónit, akkor lehet, hogy azért számot kell változtatni. Hát vagy pedig csak annyit mondok, hogy sajnos már tártalan, köszönjük szépen. Na jó, de az új és ember, aki a... tudva. Na jó, de az új ember, egyébként aki látja... csak elfogynak. Ha csak nem teszi fel újra. És nem tudod fölhívni az üzemeltetőjét ennek az oldalnak? Gondolom ez egy ilyen hirdetési hát most ez oldal, a következő lépés. Hogy vegyék le, mert tessék, hívjanak föl, ez a te számod, vagy a Mónika száma, akkor ez egy bizonyíték számukra, hogy hamis a szám, amit föltettek. Nyilvánvaló, hogy ezt el lehet intézni. Hát ez lesz, ez lesz. De volt én egy... inkább kapargatnám ezt az ügyet. Nekem gyanús volt a Mónika eddig is, de olyan szépen éltetek, nem akartam mondani. Igaz, valamiért nem ugye? Tudom, és elkezdett egy külön utakon járkálni, meg hát érted, eladja az aranytartalékot és ezt a Dunajvárosi Kercót is. Na, hogy ráadásul, amíg velem volt, felújítatta. Igen. Tessék a te pénzedből. Érted, megörököltette, felújítottad, hogy aztán az valami titkos kis lak legyen ott Dunaújváros. Most már nem kell, érted, valami kis dunaújvárosi vonal, jó, ott egy kis kuckó, egy ilyen kis fészek, ahol az ember meghúzhatja el magát, mikor... El szokott 3 órás pilátesszre, hát vagy ilyenekre? Igen. Hol voltál? Dunaújvárosban van egy nagyon jó joga oktató. Ott jártam, hova mész, drágám, majd este jövök, Dunaújvárosban van dolgom. Érted. Ja, és ráadásul, ja, hát tényleg, hát ráadásul még így, azért meg is tollasodott mellettem rendesen, hiszen felújítatta, és ráadásul ráfizetéssel venne nagyobbat. Igen, házasságban szerzett vagyok, közös vagyon, tehát ha ezt ő alattad szerezte már, akkor ez már az tulajdonképpen az osztozkodásnál, az fontos, hogy ki mit hozott, és ki mit szerzett, ugye, mert ha már házasságban álltatok, és úgy szerezte, azért az majd a vagyon megosztásnál az már közös vagyonnak számít a hát akkor PTK szerint, úgyhogy azért erre figyelj. Jövőre sem menjünk Paráliába, megyünk Dunaújvárosba. Van. Jó, ha ezt a vonalat elengedjük, tehát, hogy a Mónikáé, és azon gondolkozunk, hogy akkor ki lehetett az, aki viszont föltette, ki az, aki az elmúlt fél évben neked rosszat akart. Várja, ki nem az? Ja, várjál, abból kevesebb van. De azért mondom, hogy melyiket könnyebb kizárni. Hát, nem tűnik annyira rossz akarónak. Elsőre én nem mondanám rá. Elsőre hát, elírásra nem mondanám. Rossz akaró. Vagy nem egy igazán rossz indulatú rossz akaró. Igen. De tehát ennél aljasabb dolgot lehet fölteni. Hogy egyszer beütött téves telefonszámot, beregisztráltál, felraktad a hirdetést, kicsit átnézed, jó lesz. Elrontottam, mindegy. Egy hét után se hív senki, azért ránézel a hirdetésre. Hát egyrészt, másrészt megföltette egy másik hirdetési portára is ugyanezzel a számmal. Ott is elütötte. Meg a saját számát tényleg, hogy az ember. Olyan előfordulhat, hogy egy másik szolgáltatónál ugyanez a szám van? Hogy más hívójel? Tehát nem 70-es, hanem mit tudom én, 30-as. Aha, az előfordulhat. Hát, azt szerintem előfordulhat. Persze. Az előfordulhat. Mondjuk ezt elég könnyű csekkolni. Hogy? Hát 3 hívás. Igen. Majd adjátok már oda a telótokat, hogy ne az enyém. Nézd, ja, hogy itt van a nagy fekete. Megkérdezed, hogy uram, ön nem értékesít egy ingatlant éppen Dunaújvárosban? Jó napot kívánok, tiszteletem a Dunaújváros ingatlan kapcsán. Érdeklődnék, megvan-e még? És ha azt mondja, hogy végre maga az első, aki hívott, akkor megvan. Akkor, hogy miért, akkor meg kell neki mondani, hogy uram, ne haragudjon, csak cserélje már ki a hívószámot, mert hogy nem jó. Ez a telefonkiderítés tegnap előtt, azt hiszem szombat éjszaka fölhívtak, ilyen, hát éjszaka 9:30. A Dunaújváros ingatlan. Nem. De lesz az ember, hogy haló. És ugye nem volt számkijelzés, mondom neki, hogy haló, parancsoljon, kit keres, ki jön, miben segíthetek. Azt mondja, maga kicsoda. Mondja neked? Nekem. Hát mondom, ne haragudjon, de hogy ön hívott engem, ráadásul, hogy nem kijelzett számról, ráadásul 9:30 van, nem gondolnám, hogy nekem kéne bemutatkozni, mert hogy mindig a hívó fél mondja először a nevét. Hát ez nem úgy van, de maga ki. Hát mondom, én értem, de... Ne sértődjön már meg, ne arra. Hagyjuk már, mit szeretne, akkor mondom, ezt engedjük el, ne bántódjon meg, hogy rám telefonál. Igen, ezt mondom, engedjük el, hogy bemutatkozunk, mit szeretne. Hogy ez a... És akkor mond egy telefonszámot, és egyet elütött az egyik kettes helyett, nálam egy egyes van, és akkor ő azt ütötte be. És mondtam, hogy na, hát akkor ennyi a titok. Na jó, de maga kis oda. Mondtam, hogy az mindegy, rossz a szám viszont hallásra. Érted? Tehát, hogy egy számot elütni, akár a számítógépen is, ez nem egy nagy trúváj. Tehát, hogy azt meg lehet. De hogy két helyen is ugyanazt rontotta el, az már nem annyira vicces. És figyeljetek, ha közben sikerül elpasztolnunk a lakást, akkor kérhetünk belőle, ha hogy később kiderül, hogy... Hát minimum egy közvetítő jutalékot, azért 3-4-5%-ot azért mindenféleképpen kérjél. Legyen csak három, jó? Nem egy, mert mi olyan amatőrök vagyunk. De miért nem mentek el a címre? Kopogjatok be, lehet, hogy ott lakik. Aha, ez nagyon jó.
Van cím? De most komolyan, nincs-e? Nem, nem, Jani, hogy nincs cím. Nincsen, mert csak telefonszám van. Ja, csak telefonszám van. Az pedig ugye ismerős. És megjelenik ott a izék a kis cuccaink. Helyett nyaralni. Jó napot kívánunk, érkeztünk nyaralni. Ez a számfeltevés, mint bosszú, ezt még csinálják egyébként szerintetek biztos emberek? Hogy szakítasz benne az Excel-del, felrakod a számot. És csak kettőt tettem. Tehát eleve ez, mint maga, igen, mint maga ez a bosszú állás, hogy szakítok és bosszút állok. Ez szerintem baromi sokan csinálják egyébként. Legnagyobb. Ez a kiszúrom a gumiját, leöntöm kromofággal, felteszem a számát, nem tudom elviselni, hogy mással van. Szerintem ezt nők, férfiak, ez felváltva. Tehát mind, ez nem is lehet ezt így lebontani, hogy ezt inkább férfiak vagy nők. Tehát amikor egy ex, amikor egy, mit tudom én, egy anyagi dolgok miatt az összeveszés után mondjuk a felek felteszik egymás számát, megszurkálják a kocsi gumit, leöntik, mint maga a bosszú áll. Mert már van olyan is, ami a karosszériát is megmarja, nem csak igen, a festéket. Igen, mi most a menő? Mondom. Tehát, hogyha én például ki akarok veled szúrni, akkor én még mindig ilyen ódivatú vagyok, hogy tegyünk föl a számát, mert akkor jó sokan följövek. Nagyon primitív, meg hát nem is akkor a bosszú, mert számot változtatni. Gumikiszúrás, kocsi leönt és felnyomása a NAV-nál vagyonosodás kérés? Vagy mi most a divatos szerintem kiszúrás? A szerelmi, vagy bosszú állás? A szakítás utáni a NAV-os az nem divat, ott szomszédot szoktak általában. Tehát meg azért sem divat, jelentes. Mert egyébként retorzió jött utána, hogyha kiderül, hogy nem igaz. Na jó, de, bocsát, névtelenül jelentesz. Én úgy szoktam mindig. Nincs névtelen. Ja, te háromszor úgy nyomtál föl engem közben. És abból kétszer be is jött. Elnézést, uram, hát megint jött egy telefonos feljelentés. Hagyd nézd, Rákóczi Ferenctől jött a feljelentés. De nem, tehát, hogy de rafinált vagy, nem? Hát persze. Jó napot kívánok. Vadon János mondok mindig. Tököl Imre vagyok. Kossuth Lajos. Szóval, hogy állnak bosszút mostanában az emberek? Szerintem például a szakítás után nyilván ez mindig megy, amikor az egyik fél nem tud bele nyugodni abba, hogy a másik fél ott hagyta és kilépett. Nem? Igen, de szerintem még egyszer van, a NAV az nem, de a telefonos az oké, a kocsival kibabrálás az is oké, meg a házban valamit, pont most volt egy hír a napokban, hogy a elszakadt szerelmének megfőzött a kutyáját, és meghívt egy búcsúvacsira. Igazi hülye, valami ott se tudta feldolgozni, igen, hogy szakította. Valami, vagy amerikai, vagy angol csávó volt, most két napos azt hiszem a hír. Jó, az mindenek az alja. Meghívta egy búcsúvacsira, és miután elment, akkor küldte SMS-ben, hogy jó étvágy, megetted be, a te kutyád volt. Jézus, atya úristen, én még mindig ott vagyok. Rakjuk fel a számmal. Ugye milyen maradi vagy? Hihetetlen mennyi. Csöngessünk be, fussunk át. Tegyünk a küszöbre valami ajándékot, amire nem is gondoljuk. Te jó isten, ehhez azért elég beteg. Ehhez azért elég betegnek kell lenni. Zárt csere. Az ő lakás? Vagy már mire gondolsz? Mielőtt elmész, szépen lecserélted, amíg még nálad van a kulcsok, az összes zárt lecserélteted és elmész. Ez korrekt. És Az mondjuk szép. Igen. Én nem tudom, soha nem voltam ez a bosszú álló. Talán azért, mert sose hagytak ott. Igen. Nem. vagy legalább. Igen. Nem, ez nem jutott eszembe, hát attól mitől mert lesz mindig jobb? Mindig megelőzted, nem? Mindig én léptem. A Balázs beszélünk el, elszakítunk! De csak azt akartam mondani, hogy anyát hívott meg, hogy menjünk át, én meg rá akkor ja, semmi. Ki akarsz rúgni? Nem, hogy attól miért lesz jobb? Nem. Tehát, hogy kielégül az ember, hogy effektíve bosszút áll, ha mondjuk őt kirakják, vagy a főnökén. Hát most például volt egy olyan hír, hogy kirakta a főnöke. Fogott egy targoncát és egy Audi A4-est. Ja, tényleg. A8-as, A7-est. Felnyársalta, felforgatta, hátára rakta, megpörgette, még ugye a villával kicsit rá is nyomott hármat. Gazdasági, nem is gazdasági, teljesen totál kár lett az autó. Akkor mondta, hogy köszönöm szépen, most már akkor nem baj, hogy felmondtam, hogy ad nyilván egy ilyen lelki kielégülést, ha te bármiért bosszút állsz, nem? Na igen, ez csak itt azért tetten érnek, meg azért nem olcsó dolog egy ilyen A9-es. Hát az nem. Sőt, most úgy tudom, az A10-es rettentő drága. Igen. Azt hiszem, megfizetetlen. De ugye, ha Ausztriába mész, akkor az A9-esen tudsz venni. Olyankor tetten tudnak érni. Tehát, hogy az most neked jó, hogy egyébként meg egy bírósági ügy lesz belőle, és utána kifizetetik veled az okozott kárt? Van az elvakult állapot, amikor annyira szerelmes vagy, vagy annyira megbántottak, hogy ott hagytak, vagy annyira csalódtál, vagy annyira fűt a bosszú szomb, hogy egyszerűen nem törődsz a következményekkel, hanem egész egyszerűen megpróbálsz az illetőn valahogy bosszút állni. Jó, nézzük meg hallgatóinál, hogy történt-e ilyen. Álltak-e valakin bosszút? Ha igen, mit csináltak? Exek, férjek, szeretők, barátnők? Vagy ki az, aki mondjuk bevállalja SMS formájában, hogy ő igenis terrorizálta a feleségét, barátnőjét, exét, bosszút állt, számot feltett,
becsöngetett, elrohant, ennél nyilván kicsit igen. durvább módszerekre lehet gondolni. Ki az, aki a színes és a fehér zoknikat összekeverte? Összemosta? Összemosta a rózsaszín. Az a durva. Az durva. Tehát bosszúállás. És ki az, akit ott hagyott a feleség? Igen, ki, miért, és kínáltak. Bosszút, SMS számunk ugyanaz, mint mindig 06-745-00-00. Jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk. Minden morning show hallgatónak itt vagyunk. Nagyon érdekes témánk van, ugye Jani elmondta, hogy valószínű bosszúból lehet, hogy feltették a Móni telefonszámát egy internetes ilyen ingatlan közvetítő oldalra, és most egy dunaújvárosi lakást árultok nagy erővel. Így van. Naponta több hívás bonyolít szegény Móni. Reméljük elmegy. Reméljük minél belagyek. És arról beszélgettünk, hogy ma nyilván az, hogy bosszúállás az még mindig létezik, és soha nem megy ki a divatból, és nem is fog kimenni. Milyen útja, módja van annak, hogyha valaki nem bírja elviselni, hogy ott hagyják, vagy kirúgják a munkahelyéről, vagy igazságtalannak érez valamit, hogy áll bosszút. Hallgatóink nagy része egyébként őszintén örülök, mert rengetegen írják azok is, akik bosszút álltak valakin, és nyilván sértettek is, írtak rengeteg SMS-t, hogy rajtuk az ex, a férj, a volt barátnő, hogy áll bosszút. Az már biztos, hogy levonható a konklúzió ebből az egész beszélgetésből, hogy hát tulajdonképpen a párkapcsolati bosszúállás az a legsűrűbb. Tehát az exek, a férjek, a felszarvazott feleségeknél nincs veszélyesebb. Ha bosszúról van szó, ez abszolút, abszolút a csúcs. És az a legdurvább, hogyha mondjuk ez az illető albán, mert az albánoknál vérbosszú van még mind a mai nap. Nem szeretném, ha egy albán haragudna rám, igen. Itt van egy hallgatónk a vonalban, Szilvi. Hello Szilvi, jó reggel. Hello, sziasztok. Hello. Na, te álltál bosszút, vagy rajtad álltak bosszút? Hát igen. Nekem volt egy másfél éves kapcsolatom. Mindegy. Figyelj. Ami... Igen? Ja, bocsi, nem hallottam. Nem, hogy te álltál bosszút, csak az volt a kérdés, vagy rajtad állt valaki bosszút. Nem, rajtam. Na, mi történt? Hát egy a másfél éves kapcsolat után ugye elhagytam az úriembert, aki ezt nem igazán tudta elviselni. Eltelt már egy jó fél év, mikor regisztráltam egy ilyen társkereső oldalra, és... Hát jöttek üzenetek, ugye írogattunk, és akkor jött a személyes találkozó. De az úriember hol katonatiszt, hol rendőr, hol portás, de ugye mindig más névvel, mindig más arccal. Hol portás. Atya Isten. Mindig más lakhelyen jelentkezett be. És akkor megbeszéltünk egy találkozót, még egy étteremben, ők vártam, és akkor megjelent az ex. Csak itt elmondt, hogy milyen ember vagyok, hogy én ezt elmertem hagyni, és hát ezt így nem fogja és az hagyni, összes randidra elment, vagy néhány randinő megjelent? Így van. Atya de nem úgy csinálta, hogy naponta, vagy hetente, hanem itt eltelt 2 hét, hogy jelentkezett, hogy szia, szimpatikus vagy. Mondjuk a harmadiknál én már kezdtem volna gyanakodni. És hát aztán átment egy másik oldalra, amiről gondolom, hogy nem tud. Hát ez nem jött össze. Úgyhogy volt egy olyan 6-7 ilyen akció, és akkor itt öröltem magam. Azért ez beteges, ahol szakítasz, és utána minden randin ott ülsz a férjeddel, mert ő jön randizni. Tehát egy ideig röhög ezen az ember, de azért ez átélve nyilván egy idő után azért ez elég nyomasztó. Hát igen, és akkor ez így nem volt elég. Tehát neki jöttek még a fenyegetések, hogy bárkim lesz, azt majd leveri és megveri. És most mi van vele? Tudsz valamit? Vagy van valaki? Hál' Istennek nem. Hát állítólag van. Hát sajnálom az életet, megmondom. Neked az a jobb, hogy van. Nyilván neki nem jó, vagy majd rájön, de neked az a jobb. És nem is akarta ezeken a randikon újra kezdeni, hanem csak a fenyegetés. Aha. Hát volt, amikor elhordott mindennek, és akkor azt mondta, hogy de ő szeret. És úristen, hát. Kicsit furcsán tehát, szeret, de szeret. Így van, igen. Hogy így is visszafogadna, igen. Hát nyilván a birtoklással keverte a szeretetet, igen. Jó, hát, van, örülünk, hogy megszabadultál tőle, ez jó. Nem egy egyszerű. Még szerencsére nem történt komolyabb, mert az ilyen kicsit mániákus emberek azért hát, utána egyre durvább. Igen, mert van, hogy ezek az automat baj lehet, vagy igen. És mennyire nyomasztó tud lenni egy idő után, tehát és mennyire fura, hogy az az ember, akivel te egykor együtt voltál, szeretted, mindent megbeszéltetek, konkrétan az ellenségeddé válik, elkezdesz félni tőle, menekülni tőle, tehát egy ilyet átélni egyébként valójában szörnyű. Így amikor... van, éjszakai telefonok. Igen, tehát elkezdesz tőle tényleg fizikailag félni, mert ezt váltja ki belőled, igen. Szilvi, köszi, hogy elmondtad, ciao. Én köszi, hello. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS, mert rengeteg hallgatónk vállalja azt, hogy ő viszont bosszút állt, amikor vele szakítottak. Jelentkezett például egy katona, egy rendőr és egy portás is. Fura, hogy ugyanaz a hangja. Megtartottam a lakáskulcsot, miután vége lett, és néha bementem, és elvettem egy 20 000-est a kasszájából.
Hónap végén mindig hívott, hogy valahogy nem jön ki a pénzből, nem tudok segíteni. Én visszaadtam a 20 000-est, ő pedig mindig nagyon hálás volt, egy éjszakával hálálta meg. Kicsit beteg viszony azért ez így ebben a formában. Igen. Elhagytam a férjem, mire ő elküldte még nálam maradt ruháimat, apróságaimat. A varrós dobozomban belerejtett egy nyomkövető kutyütyüt, ezt gyorsan átprogramoztuk, más koordinátákat írtunk bele, így találta magát hajnalra az Ágfalvai posta előtt 200 kilométerre onnan, ahol valójában voltam. Azt a mindenit. Ez nagyon jó. Gondolom nem próbálkozott. Gondolod, azért az is mennyire beteg, hogy a varrós dobozba belerejtesz egy ilyen kis kütyűt, nem? Ott elakadnék, hogy hol szerdel ilyen kütyűt, nem? Hát hogy mennyire betegnek kell ezzel. Nem jön fel az ujjadra a gyűszű, tudod. Kis kamera. A volt férjem a válás után 7 év alatt juttatta vissza az USA-ba maradt holmiaimat, évente egyszer egy csomag, hol szemetes zsákban, hol szatyorban, ez is milyen komoly lelki terror. Néha volt válóperes ügyvédem irodájába, néha a szüleim küszöbére tette. Az utolsó csomag az esküvő előtti nap érkezett meg, 7 évvel a válás után napra pontosan. Ezért itt is van. Ő beteg. Igen. A degenerált volt csajom, miután megtudta, hogy csodaszép olasz autóm fontosabb, mint ő, összekarcolta, belenyitotta az ajtót a falba. Utolsó este belenyírtam 0-ás géppel a derékig érő hajába. Azért ezek is szép történetek, nem? Szétköltöztünk tavasszal, és egész nyáron egymástól lopkodtuk vissza az autót. Hát, hogy jutott el idáig? Amiről ő is tudta, hogy az enyém. A rendőrség nem avatkozott közbe, mert még nem voltunk elválva. Csak röhögtek az egészen, írja Feri. Egyik haverom villanyszerelő úgy állt bosszút a volt barátnőjében, hogy felment a villanyoszlopra a házuk előtt, és kikötötte a kábeltévét. Az már bátor azért. Mennyire piti tudás, igen. Jó. Na jó. Akkor elveszem tőled a digit, ha másé vagy. Nem nézheted Izaurát. És már mászik is föl, tudod. Megyek, felmászom. Ez azért mennyire elvetemültnek kell lenni, te jó Isten. A mai menő bosszúállás a Facebookra való regisztrálás az ex nevén, és mesztelen képek közös szex videók feltöltése, ismerősök bejelölése, oldal nyilvánossá tétele. Elég finom. Aha. Csak hogy mi is tanuljunk valami új módszert. Gyerekek, Facebookra kell föltenni az exeket. Na jó, de akkor a közös szex videódat fölteszed, már ha van ilyen, akkor azon te is rajta vagy. De akkor vagy annyira elvetemült, hogy... Hadd szóljon. Igen, meg ami egy palinak büszkeség, az egy nőnek kellemetlen. Aha, tudod azért, a szex videók általában az inkább a nőknek kellemetlen. Engem megveretett a volt barátnőm, írja Gombi. Sajnos nem írja, hogy miért, vagy hogyan. Van még egy hallgatónk. Hello, Léna, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Te bosszút álltál, vagy rajtad bosszút álltak? Én voltam a gonosz. Te voltál a bosszúálló. És ahogy hallom, élvezted. Nagyon. Na, mit csinál egy csaj, tessék? Mert azt tudjuk, hogy a pasik nagyjából hogy állnak bosszút, de egy lány mit csinál? Az volt a probléma, hogy nem kedvelte a cicámat, mert a cicám nagyon szerette a halat, és ő utálta a halszagot. Micsoda komoly probléma, azt a minden. Igen, ez aztán egy szakításhoz vezetett, mert már azt mondta, hogy akkor választak a macska is közte. A macskát jobban szerettem, úgyhogy maradt a macska, és vettem egy nagy zacskó tengeri herkentyűt, meg egy néhány darab tengeri halat. Ezeket szépen fölkockáztam, és elrejtettem a szekrény mögé, a ágynemi tartóba belevartam a párnába. Atya Isten, de neked volt erre energiát, hogy visszajárjál az exed lakására halat elrejteni? Hát egy nap alatt csináltam. Aha. Amikor átmentem ezt a pakolnod összes tudszomat, akkor... Még szerintem ő se bánja annyira, hogy ebből szakítás lett, mert azért benned is van némi kis kattantság. Tehát azért, aki halat rejtel az Excel lakásába, azért, hogy kiszúrja vele, mert jobb üdös lesz, azért... Igen. Fél évig kereste a halakat. Uh-huh. Fél évig nem találta meg. Fél év után írt egy SMS-t, hogy most már minden megvan, kitakarított, köszönjük szépen. Tudod, képzeld ezt a szagot. Atya Isten. Na de várjál. Ilyen nőktől menekülni kell. Már bocsánat, de hogy azért benned is van némi hiba százalék, Léna. De te miért álltál rajta bosszú? Tehát azt mondod, hogy a macskát jobban szereted, mint őt. Igen, de szerintem egy kicával nem lehet így viselkedni. Jézus Isten. Ujjaj. Atya Isten. Egyébként most ebben a pillanatban adtam neked igazat. Tényleg, mert egy cicával nem viselkedjen így az ember. De mi azért, mert egyszerűen nem szerette a macskádat, ezért a bosszút álltál? Ez volt a kiváltó indok a szakításnak. Volt még nagyon sok egyéb más probléma is, de igazából emiatt nem minden nap veszekedés, és emiatt mondtam azt, hogy akkor elég. Uh-huh. De láttad a cicán, hogy ő is megzuhant egy kicsit, hogy rosszul esett neki ez a dolog, hogy mit tudom én, össze picit így vízé begubózott, könnyes volt a szeme. Nem. Kedvenc ragúját eltolta. Én nagyon szeretem a cicát. Aha, igen, halljuk. Most van párod. Te leszel az, aki idős korában 4 cicával, 3 galambbal, meg egy kanárival fogsz együtt élni. Igen, vitatkozol a híradóval. Azt mondta, hogy megjavultam, kicsit normálisabb lettem. Aha, mióta van most párod?
3 éve élünk együtt. Uh-huh. Szed valamit, szegény? Vagy hogy? Vagy elpusztott a macskára. Ja, neki sincs más választás. Atya Isten. Szegény, hát nem irigylem. Köszi, hogy elmondtad. Sziasztok. Szia. Hello. Hello. Atya Isten. Hát mondjátok igen. A nevét és a számát, hát nehogy összejöjjön vele valaki. Azonnali kényszergyógykezelés. Nem, azonnal. Nem szerettem a macskámat, ezért szakítottam, és halat rejtettem rá a lakásába. Te jó Isten. Uh-huh. Az milyen, amikor a gyereken állnak bosszút, így egy hallgató, egy tönkrement házasság miatt egy jó ügyvéddel elvetítik a gyereket az anyjától 4 évesen. De ez is kemény, nem szeretnék nyilatkozni, így a Kati. Volt nejem, a kazánban elégette az összes ruhámat. Könnyebb a költözés, nem kell annyit cipekedni. Várjál, figyelj csak, hogy hova fajul egy, amikor tényleg emberek szeretik egymást, hogy a legnagyobb szerelemből a legnagyobb ellenségeskedés lesz, hogy milyen érdekesen működik az ember, nem? Viszonzásul felgyújtottam a kocsiját. Király! Megúsztam 1 év próbaidővel. István küldte nekünk. Azok a rohadt érzelmek, nem? Ugye? A rohadt érzelmek. Ezt hívják lángoló szerelemnek, nem? Tényleg. Ott állsz egy nővel, fogod a kezét, és azt mondod, hogy Holtom Iglán, igen, szeretlek, s bajban, mindenhogy együtt, és 5 év múlva felgyújtod a ruháit, vagy a kocsiját. Azért nagyon szép. Én ott a 7 éve sztorinál, amikor 7 éve, vagy 7 éven keresztül küldte el ugye a cuccokat, és a készfogó előtt az utolsó csomagot, ott azért egy picit úgy elgondolkodtam rajta, hogy vajon annak az embernek jó az, hogy 7 éven keresztül még cipeli magával ezt a lelki terhet, hogy ezzel van elfoglalva, hogy tényleg, hogy ez a pitiáner és olcsó dolog így egyszerűen nyomasztja, és a hétköznapjait meghatároz, hogy nem jobb elengedni a másikat a francba, ha már bosszút állsz, álljál bosszút egyszer, aztán. De 7 éven keresztül valaki folyamatosan ezzel foglalkozik, azt már azért szánni kell. Tehát, hogy én a saját életemről biztos, hogy nem szánnék senkire ennyi időt, hogy megmérgezzem a saját életemet, a saját hangulatomat, a hétköznapjaimat. Hát, ha az okoz kielégülést ott abban az adott helyzetben, akkor nyilván... De 7 évig? 7 éven keresztül nyilván, igen, a szisztematikus bosszúállás az tud azért egyfajta kielégülést okozni, tehát nagyon sok ilyen beteg ember van, akinek az a örömet, hogyha nekem nem jó, akkor megkeserítem a te életedet. Ha. És persze, persze. Igen. Volt üzletársam elvárás után vonatállomásokra föliratta a telefonszámomat, hogy hívjanak, nyugodtan meleg vagyok. Ó, korrekt. Igen, ez a szexhirdetés is nagyon megy. Az exem szexhirdetés ragasztott fel főiskolai női WC-be. Roland küldte nekünk. Az én volt párom, miután nemet mondtam a házasságra, másnap beszervezett egy pásztorórát magának, és mindezt úgy időzítette, hogy amikor hazaértem a melóból, szembesüljek a tényekkel. És itt nem állt meg, másnap kirúgatott az állásomból koholt vádakkal, így a Laci, tehát mindezt egy nő csinálta. Azért a nők is mire képesek, nem? Ez komoly. Te lefekszel valakivel csak azért, hogy tehát, hogy érted a párod, akivel ki akarsz szúrni, hazajön, te meg ott henteregsz egy hapsival. Hát ha nemet mond, vagy esküvöl ez. Vagy mellé húzok. Igen. Atya Isten, milyen SMS-ek vannak. Igen. Azért ellopni egy 20 000-est, és utána hónap végén visszaadni, hogy segítek neked, azért az is nagyon kemény. Hát Jani, olvasva ezeket, én azt gondolom, hogy ti ezzel a Dunaújvárosi lakással látod, minden témából azt kell nézni, hogy van, akinek sokkal rosszabb. Tehát most érted, csak egy Dunaújvárosi gardot adtok elépen. Bárki tette fel azt a telefonszámot, és esetleg hallgat most minket. Köszönöm. Ugye? Köszönöm, hogy nem durva. Szóval ezeket látva elképesztő. Aztán még mindig benne van a pakliban, hogy lehet, hogy tényleg csak elírásról van, szóval olyan értelemben, hogy még inkább, egy másik szolgáltató. Én szerintem igen. Ma végig fogom telefonálni az összeset. Hát nincs más, kettő mind van. Mind a kettőt. Igen. Ezt most úgy mondtad, mint egy 4 órás projekt. És azt is bentről. Konkrétan kettőt kell hívnod. Az én volt férjem, miután megcsalt, felregisztráltam fotóval egy párkereső oldalra, miszerint színesbőrű férfiakat keres. Leírtam a számát és a címét is. Jók vagytok, írja nekünk Andi. Te jó Isten. Na jól van, oké. Köszönjük szépen az SMS-eket. Hát kemény, igen. Hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Azért ez a vagy szereted a cicámat, vagy nem élek veled, ezen még picit leakadtam. Picit leakadtam, az Isten mentsen meg egy ilyen nőtől, nem? Aki utána bosszút áll, mert nem szeretted a cicáját. A Atya Isten. Haló! Na, hello, szia Balázs. Mi a helyzet? Gyuri, meg... Na, ezért szeretek rádiózni, mert bármi megtörténhet, bármelyik pillanatban. Hello, jó reggelt, szia Tibi! Így van, Tibor, még mindig. Igen. Sokat kerested őt, Anna? Parancsoljunk be. Rendelkezésünkre állsz. Igen, játszani szeretnél?
Hát igazság szerint az SMS-t írtam ugye, hogy ez a kiszúrásra kapcsolatosan, aztán úgy néz ki, hogy már csak játék lesz belőle. Na, de miért? Te is bosszút álltál? Ajjaj, de még mekkorát. Ezért lettem igazság szerint felhívó. Én a főnökömmel szúrtam ki. Nem biztos, hogy ezek után akarom tudni, hogy hogy. Nagyon durva a dolog? Hát elég finoman fogalmaztam az SMS-t, azt mondtam, hogy végül is. Ja. Mit kirúgtak? Hát nem, kiszúrt velünk, és ugye, mivel én voltam a pultba. Igen, nem mondd el. Én szolgáltam az italt. Igen, ezért, hát... igen, nem mondd el. Most már látom, hogy melyik. Nem mondd el. Nem. Inkább játszunk egyet, jó? Az jobb, ha ezt nem mondod el. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem a vihető az első kérdés, ugye most BLS, ehhez hozzá kell szoknom, mert a kedves hallgatók még ezen a héten végig egyébként BLS kérdések lesznek. Az elsők, hát ugye ma is lesz egy Dortmund-Arsenal Real Basel meccs, úgyhogy ehhez fog kapcsolódni egyértelműen a sztori. Nézel focit? Néha szoktam. Rám szokták erőltetni, de hogy annyira nem jellemző. Már kierőlteti a párod, vagy a helyen, ahol dolgozol? Nem, most jelenleg egyedülálló vagyok, de a haverok azok nagy focit. Ja, haverok, nézzük, jól van. Oké, hát nézzük meg, hogy boldogulsz a kérdésekkel. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Milyen nemzetiségű csapat a labdarúgó bajnokok ligája legutóbbi győztese? Hát, ha mondjuk nem nézel, akkor igen. De hát, ha van ott valaki, aki segít. Egyedül vagy? Nem, két kolléginával. Én akartam mondani a kérdés előtt, hogy megállnék. Nem, azért ők is nagyjából úgy... Spanyol. Igen. Ki tudta ezt? Katika. Nagyon otthon van a témában. Elég lett volna egyébként, hogy csak egyikre emlékszik, mert hogy két spanyol csapat játszotta a VL döntőt. Hát aztán fogalmam sincs. Nem, a lényeg, hogy alakult. Tudta, Katika tudta. Ja. Tehát az... Na, most fel van egy akasztónk. Na. Ugye. Második kérdés, hajra! Jó, de ne húzd már a gázba. Kérek elnézést, dedikált egér, hát itt így szól a második kérdés. Milyen jármű a pirog? Na ez miért, ugye hát katona voltam. Ez egy vízi jármű. Így van! Nagyon szép. Nagyon szép. Ja. Ez egy vízi jármű. A számítógép, ez is a számítógép, ezzel még mindig nem tudok mit kezdeni. A nyakbaakasztón meg már van. Igen, ez egy orosz étel is, ugye? Ez a kis hajtogatott ilyen kis tésztából készül. Burgonyával, hússal töltik, nagyon fincsi egyébként. De közben egy vízi jármű is, egy csónak. Na! Valami gyilkolos film láttam úgy is, de ez nekem most ez a csónak. Hagyjuk is, hogy melyik film volt ez. Na, a harmadik kérdés. Mit csináljunk? Nem tudom, a jellegét kérdésnek, ahogy meg szokták kérdezni, én is megkérdezem. Milyen? Hova sorolnád, Jani? Hát azt mondja, hogy egyrészt tudomány, műveltség. Hát érdekes maga a kérdés. És akkor meg mindig van egy bumos lehetőség, ugye most már, hogyha. De meg is állhatsz, és elvérted az ajándékcsomagot. Abba akasztó a gérlátét, lányok érdekel, inkább, hogy próbáljuk meg. Megpróbáljuk, Katika? Nincs oda, de nem, demokrácia hát Katika meg Zsuzsika egyébként. Igen, mint egy kis család. Nagyon jól el vagyunk egyébként egy Varrodába. És te is varsz? Hát bőrdíszművességről van szó. Én szabok egyedek, a lányok meg varnak. Na, mit csináljunk? Az enyém, ne kapkodj. Tehát, hogy nehogy jó, meg fontol döntés legyen. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Ki az a magyar orvos, akit az anyák megmentőjének szoktak nevezni? Hát a szemmel ez egy nap. Na, van, látod? Na, királyság. Ezt már szeretem, van egy óra. Mondani akart, hogy Katika és Zsuzsika biztos, hogy tudni fogja. De látod? Szintén Katika volt, ez még nekem is meglett volt. És te jó lesz egy közös óránk itt a műhelyben. Amúgy is már csak 4 vagy 5 van a falon, lesz egy 6. Na, így van, megvan. A dedikáljuk nektek, jó? Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és örülök, hogy végre bekerültem. Tényleg hosszú ideje hallgatunk titeket. Marha jó műsor. Köszönjük szépen, igyekszünk. Katikát, Jucikát, mindenkit csokoltatunk. Zsuzsikát, pláne. Köszi a játékot, ciao. Hello, szia. Hello. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban.
Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 1 perccel kedv van, ez azt jelenti, hogy kaszatívivel folytatjuk a hírek után. 9 óra múlt 17 perccel jó reggelt kívánom. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk. Vannak friss, meleg közlekedési híreink, mondok is néhány. A trafi a 81-esen közvetlenül Székesfehérvár előtt mérik a város felé tartókat. Zsuzsi küldte nekünk. Aztán a 81-es úton Székesfehérvár előtt a Győr felől érkezőket mérik a jó munkás emberek, üzeni nekünk Zsolt. Ötös főút Örkény Dabas között Kecskemét felé mérnek, igazoltatnak. Ezt nem így írták a rendőrök, átfogalmazom, óvatosan menjen mindenki, ezt Norm küldte nekünk, valamint Sargótarján, budapesti úton Fehér Skodából mérnek a rendőrei. Ez pedig Api üzente nekünk. Gyerekek, jó ez a stresszlabda, azóta ezzel játszom, meg ezt nyomkodom. És rohadt ideges vagy, de nem érdekes. Sőt, nem, jó, tényleg, ki jó volt ideges a stresszlabdától, például az Ákos nagyon nehezen viseli a stresszlabdát, amivel Janival játszottunk. Igen, itt a hírek alatt. Jani, azóta játszottunk. Vissza tudja fejelni Jani a labdát. És vissza tudta, és a Zsülel is kapta. Igen, tényleg kéne egy ilyen kis webkamera. Igen, itt több minden történik megszólások között, mint megszólások alatt. Igen. Kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kaszati Bím. Ha bazi nagy jacuzziban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen. Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Hintjétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kaka-kaszatibi, kaka-kaszatibi. Wow! Kaka-kaszatibi, kaka-kaszatibi. Hey! Tibi! 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 Kaka-kaszatibi, kaka-kaszatibi. Na, mi újság? Annyira tetszett ez a munkakerülős téma, amit nyomattatok egyébként, hogy esküszöm, hogy emiatt nem is fog kitérni a hajadra. Olyan szépen megkértelek, tehát, hogy amikor meg volt növesztve, meg agyonra dicsértelek, hogy figyelj, a Krűzus, a Bon Jovi, a rockstar, a tévésztár, a minden. Erre most megint levágattad. Pont azért, mert furán dicsértél, és mondom, ez nem, itt valami ez nem. Ez már egy konkurencia harc. Ha nagyon dicsér ott, akkor máson áttérő. Félt. Srácok, szavazzunk meg. Nem a hosszabb, Anna, te is ott az üveg mögött ki. Mi hadd ne szavazzunk meg egy férfi az a baj, hajáról, kérlek. Az szép a baj, érzék. A maláriás szúnyog beleragad. A hosszú hajba, igen. A hosszú hajra megy a malária. Van vágatva? Hát, a múlt héten hogy te milyen jó megfigyelő te vagy. Te jól áll a rövid haj is. Te rohanyal le. Én nem szeretem egyiket se egyébként. Én a hosszút se szeretem, én azt szeretem, amikor ha lehet ilyet mondani. Persze, amikor nem szereted. Hat év után csoda, hogy köszönünk egymásnak. A 8 év után, figyelj, hát érted. Észreveszed, hogy levágott a hajat, csoda, hogy még köszönünk egymásnak. Nem, mellette mindig leveszem a kabátot, megnézem, hogy nincs a leköbb. Nincs a beleborítva a kávé. 6-8 év közös reggelizés után tényleg csoda, hogy még tudunk egymásra, hogy hárman mosolyog. Ilyen, hogy észrevenni, hogy valaki levágatta a haját. Tehát, hogy olyan jó volt, az ilyen igaz, ilyen rockstáros volt. Most csak olyan vagy, mint amikor a Bukowski bevonult a herbe, tehát az is, hogy letolták neki a her. Hát, készülök a, ennyire? A bevetésre? Ez már Afrika. Érted, ott megszúrnak valami ollóval, majd beülsz ott egy hajvágásra, megcsánk egy borotválást ott neked kint, majd messzi vidéken, Afrikában. Igen. Nem, itt hol levágatjuk, érted? Igen, mi vagy, hogy félrekezelnek és kiherélnek téged hajvágás közben, kasztrálnak. Nem szabad. Nem bízom ott valami ott. Nem? Valami benszülött, hát majd neki el téged ott levágni. Borbélyhoz. Nem szívesen mennék el oda. Inkább itthon intézem ezeket. Mi újságban, jó vagy? Fél, megmondom őszintén nagyon. A munkakerülő sztorira röviden ráfűznék most már, hogy a hajadról beszéltünk, de nem tudok napirendet érni fölötte, hogy egy embertelen. Tehát nagyon jó sztorik vannak nálunk is. Elromlott a mosógép, és a bátyám talált az interneten egy mosógép doktor nevű formát. Az a nem, hogy mosógép doktor. És fölhívta a bátyám, az ember fölvette, hogy igen. Bátyám zavarba jött. Hadd kérdezzem már meg a doktor urat. Hadd kérdezzem meg a doktor urat. Mert zavarba jött. A beteg. Igen, nézze. Hadd kérdezzem már meg a doktor urat. A bátyád is fura, fölhív egy számot, és meglepődik, ha fölveszik. Tehát, hogy nem azon lepődik, hanem azra, hogy beleszólt, amint te is meglepődted. Igen. Jó, a nagyon nagy kedvenc, ami egy másik aspektus a dolognak, amikor a tévészerelőtvel beszélgettem, elromlott ugye a tévé. És az ember minden áron meg akar győzni, hogy ma pedig azt ki kell dobni, azt újat, olcsóbb újat venni. Tehát én mondtam, hogy mondjuk nem tudom, 400 újat venni, 300 megjavítani.
akkor már azt kizárólag már most már ki kell dobni már most már. Tehát, hogy, de mondtam, hogy legalább meg nem próbáljuk meg, tehát hogy tőlem beosztott, az biztos, hogy én ma rá nem nézek azon. Tehát, ez, tudom. Én az biztos, hogy... Én ezt minden héten eljátszom. De holnap, holnap telefonáljak? Hát holnap telefonálhat, de én mondjuk nem leszek benne. Én holnap fő se veszem. Én mondjuk benne nem leszek, mert ünnepnap van. Tehát, a Jolly Joker, amit beszoktad, hogy ez képcsöves. Hát mi van a képcsövessel, vagy kicseréled, vagy veszel egy új. Az képcsöves. De kép van, ha képcsöves, azt higgyel. De én tudom, képcsöves 20 éve csinál. Személyes sértésnek veszi a felhívó, de erről beszéltünk ugye hét után. De meg is kérdeztem, hogy ugye nem bántottam meg azzal, hogy szervizeltetni szeretnék a szervizben. Nem, az már jobban jár, újat vesz, mert az kizárólag, mert én már nem vagyok benne ma. Tehát, hogy és ülök, öcsém, tehát én megölöm magam. De én egyébként annak elébe megyek, amit a Balázs. Mert rögzítő volt, és ez volt rá fő. Ja, igen, hívjon újra. Annak én elébe megyek, amit a Balázs csinált, mert te mondtad, hogy nem mondod be a nevedet. Én bármilyen ügyet intézek, Kassa Tibor vagyok. Látod? Miért nem lepődöd meg? Várj, Balázs. Azon a indít, igen. Segítek, de Kassa Tibor vagyok a tévéből. Mondom, pontosítsak, tehát Kassa Tibor vagyok, Klassz FM Morning Show, TV2 hullócsillag költözze. Tehát, hogy én, figyelj, én úgy körbe rajzolom magamat krétával, hogy ott nem láttál. Tehát, hogy atya, figyelj, Isten. A hullócsillag dudolom. Ha az ében, nem láttál, figyelj, amit akar. Jó napot kívánok, Kassa Tibor vagyok, elég baj ez nekem, kérem segítsen. Van elég problémám, jöjjenek ki, könyörgöm. Hát annak idején, amikor a Krisztál még új volt, volt ilyen napi programunk egyébként, hogy mit csináljunk, két fellépés közt van két óra, menjünk be a plázába és ismertessük fel magunkat. De nem is ezt akartam elmondani, csak egy rövid sztori. Defektet kaptunk a hétvégén, ami technikailag annyiból állt, hogy bajba kerültünk, mert a bátyámnak kereket kellett cserélni, meg fotóztam és röhögtem nagyon. Igazi korrekt csávó. Fia, abszolút, tehát hogy elmentem, fölállítottam valószínűleg 200 méter larrébb azt a háromszöget, 5 percenként elfújta a szél, tehát mindig mentem vissza-visszaállítottam, nagyon röhögtem, a gavesztet küzdött a kerékkel. Nagy nehezen fölraktunk egy pótkereket, ami szintén lapos volt. Elindultunk a legközelebbi benzinkút felé, hogy akkor belefújjunk. Én már közben csörögtem a kútra, hogy, mert meg volt a számot, láttam, kiadta a navigáció, hogy van-e pumpájuk. Ha ugye pumpánk van, tudunk, de hogy tudnak is pumpálni? Tudunk pumpálni, ha nem esik az eső. Hát mi az összefüggés? Figyelj, agyalunk a gabessza, megyünk arra, rettegünk, hogy ha, mert lehet, hogyha esik az eső, akkor zárlatos, vagy valami elektromos dolog, vagy nem tudom, vagy belemegy a kompresszorba, és akkor nem tudnak fújni. Odaérünk, tudod, reszketünk, hogy nem fognak majd pumpálni, mert szar. Kijön, mondom, mi volt az eső dolog, mondom, hogy miért nem pumpálnak, ha esik az eső? Ha megázunk. És igazából. Kiderült, hogy rájuk szólt a főnök, hogy ne pumpáljanak esőben, mert megázik a munkaruha. Tehát, hogyha most ott elkezd esni, ott is rohadunk meg. Finom? Tehát a munkakerülés neked is egy ilyen finom. Belepumpáltatok? Vagy végül ők pumpáltak? Hát, belepumpáltunk, bár mondta a hölgy, hogy azért most már csepeg. Tehát, hogy baj lesz a munkaruhával. Azért most már... De fura, hogy ott is dolgozik a tévészerelő. Ugyanaz. Igen, mindenki finoman akcentusos. De tényleg egyébként azt gondolom, hogy nem a döbbenetes munkavágy hagyja ezeket az embereket, úgyhogy tudnak benneteket támogatni, de nem ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Jani, ez a tiéd lesz, hogy számítok rád. Jó? Parancsolj. Mert ha valaki a higiénia doktora, a higiénia a nagy követe, nagy mester, az akkor te vagy. Nem? Lehet mondani. De Balázs, ezt nem mindenki erősíteni meg a családból. Hát, nagyon? Figyelj, nem nyúlsz hogy hozzá, nem fogod meg, egyfolytában mosod a kezed napi 6-szor. Nincs be, ez nem, ez tőlem nem? Tart. Ferenc? Ez a veszély nem felé. Janié. Azt hiszem, az a kérdés, hogy fürdünk-e mindannyian, azzal tudunk. Nem azt akartam, koszos vagy. Mindannyian nem, külön szoktam. Miért vagy büdös? Nem. Van egy ilyen kis csomag, most amit szeretnék, mindig általában azt szoktam mondani, hogy megtaláltam, hogy miből fog nagyon meggazdagodni. Aha. Most nem fogunk meggazdagodni, most jobbá tesszük a világot. Jó? Szabad? Jöhet. És rengeteg olyan dolog van, amit kézzel csinálunk, de ökörség, hogy kézzel csináljuk, mert lábbal jobb volna. Így van. Mondok néhány... Ráthatóst forgatni például. Így van, például a palacsintasütés, a fésülködés. Nem. Tehát például pár dolgot, amit kigyűjtöttem nektek. Vannak például a benzinkutak, amely nem tudom, talán itt is, azok a nehéz fedelű ilyen fémkukák, amik főleg a benzinkuton vannak, meg itt-ott-amott, rendes ilyen nagy kuka, és fém ilyen kis belökője van a tetején. Uh-huh. És azon keresztül dobott be a cuccot. Például
Tehát azon miért nem tud lenni egy nyomormányos pedál, hogy a mocskos izét ne kelljen a kezeddel így betolnod, és úgy beledobnod a szemetet, hogy utána rögtön mész kezet mosni, mert tiszta mocsok az egész. Tehát, hogy az például arról miért tűnt el a pedál? Nem is volt rajta. És hova vitték? Kizárólag, mert azt nem tudom, hogy hova lett a pedál. Mondta a tévészerep. Aki pumpál, aki néha pumpál. És benzinkúton dolgozik. Az kizárólag. De nem figyeltél fölre, Jan, hogy például eltűntek ezek a lábbal kinyitható pedál, vagy a lábbal kinyitható kukák, és kézzel kell a mocskos kukatetőt neked szépen benyomni, és úgy beledobnod a izét. Nekem ugyan nem, van gyerek. Ő tolod előre, hát, hallod, ilyenkor virág dob már ki. De nem? Nem tűnt föl? Hát de feltűnt, de hát hogy nehéz, azt nem mondanám. Nem a nehéz. De miért kell neked kéz? Te szemét. Nem olyan nehéz az egyébként, szerintem az a fedél. Meg lehet azt oldani. De az a baj, te nem higiénikus hozzányúl. Tehát tényleg jobb lenne lábbal. Igaz, hát tolt be lábbal, fölemeled a lábad 40 centi, betolod a izébe, a résbe, azzal elnyomod a kis záróját, bedobod a izét, kihúzod a lábad. Az a tolt, mi van egyébként, ami ráadásul te tényleg belöketnéd lábbal, mit gondolsz, nekem mélyen érzés, ezt ugyanis fejjel. Le ezt akartam mondani, hogy te meg mint egy három pontos kosárra dobod. Hallod, hogy meg felugrok, ez belököm. Ez egy. Mondom a másikat, ami ugyanez a lábbal, hogy miért nem lehet lábbal. Hogy mondjuk egy nyilvános WC-be. Figyelj, azért nem fogod meg a WC ülőkét, azért van körbeizélve, mert ki az, aki megfogja, anélkül, hogy ebolát kapna a WC ülőkétől. Ez egy nagyon jó hasonlat, így van. Most komolyan. De ez abszolút jól mondod, hogy egy gyereket beviszem pisilni WC-be, vagyunk valahol, következő történik. Fogom az új ingújamat, lenyomom, aki nincsen, mert tényleg, tehát a vét, ott rosszul vagyok. Gondolod, de mi van egy ilyen ajtóreteszen? Mi van a lehúzon? Fogom a gyereket a két kezem között, ugye nem piszol rendes, lábbal felrúgom, a gyerek. Már megtanultam, már nagyon röhög mindig, fölemelem lábbal a WC deszkát, mondom, Beni, semmihez nem nyúlsz, semmihez, belepisil gyorsan, lábbal kinyitom az ajtót, és kijövök. Tehát a gyerek az így nézett egy ideig, most már imádja, mindig megyünk, nem nyúlok hozzá. Gondold, mi van azon a deszkán, amit te mondjuk ugye jól nevelt vagy, felhajtasz egy nyilvános WC, mert nem akarod ugye, hát, körbe pisilni, mert úgy szoktad, meg úgy tanították. Hogy azt miért nem lehet egy pedállal tényleg fölhajtani? Nyomsz egy pedált, fölpattan, és akkor nem fogja 200 ember azért körbe pisilni, mert nincs kedve hozzányúlni, mert tényleg, mert te is úgy vagy, hogy... Az csak lábbal. Hozzányúlok, hogyha van kitéve, te tanulsz. És akkor beadom magamnak, izében, nem tudom. Én a lehúzót se fogom meg mindig. Azt a lehúzót is mindig a láncnál. A láncnál fogom meg, mert ugye gondolod, de a kezével nyúl a lehúzóra. Kézzel, de mi van a lehúzó? Mindenki így gondolkodik. Senki más nem fogja meg, mindig azt mondja, na én csak a láncnál fogom meg, mert érted, mi lehet ott, amikor megfogják? Nem a gombot WC papírral, mert azt is gondold el, hogy mi van ott. Ugye nem most kezed, hát először nyúl a gombhoz, a lehúzóhoz is, fogom a láncot, és a legtetején, ahol gyanítom, hogy nem nyúlnak hozzá, ott húzom meg. Ott a legnehezebb egyébként, mert ugye nincs erőkar. Nem fogom. De hogyha a kezedre annyira finnyás, akkor miért nem, ott direkt van ez a kis vége, az a kis idő, ott ráharap szájjal, ham. Jó. Inkább ott hagyom, le se húzom. Nem, ott azért vannak csodó dolgok. És a kijárati ajtónál, ami ugye befelé nyílik általában, ott megvárod, amíg valaki jön, és gyorsan beugrasz a részbe. Betámasztom egyébként. Ez a, tudod, így hátrakod a kezdet, de nem, a másik, és ez a dolognak a happy endje, tényleg kifelemelet. Tehát, hogy nagy nehezen te vagy az, aki kezet mostál. Te vagy az, aki megszállítottad a kezedet. Tehát te úgy akartál kimenni, hogy tényleg befelé is kezet mostál, kifelé is kezet mostál. Mi az utolsó dolog, amit meg kell fogni abban a rohadmányos WC-ben? A kilincs. És ott karatézol ott a izénél, érted? Tehát, hogy arra is nem lehet, nem azt mondom, hogy fejlesztjük ki a lábkilincset, érted? De akár azt is, hogy legyen egy ilyen pattantó, vagy nem tudom, hogy sok kilököd valahogy. Pattantó. De amikor meg kell fogni egy ilyen izét, figyelj, tehát vagy kivárod, amíg valaki kinyitja, vagy rugdosod, érted? Hát, vagy ez a Western ajtó. Az miért nem lenne? Jó. Ez a két lengőajtó között kimész. Igen. És te azt mondod, hogy gyorsan egy sör, de izibe a csehóba. Legtöbbször egyébként a mozgássérült WC-t használom. Komolyan? Uh-huh. Hát a legtisztább. Tehát, hogy oda nincs kír, hogy ez mozgássérült, nem mehetsz be. Ha jön valaki, aki rászorul, nyilván kiözik, de a gyereket olyan. A legtöbbször oda viszem. Nagyon tiszta, higiénikus, kevesen használják. Az még valahogy egy szent terület, azt úgy nem merik használni. Nem. Az emberek azt gondolják, ide használja. Gondolom, hogy senki nem használja. Ott még nagy rumlit soha nem találtam. Tehát általában mindig rend van. De gyerekkel például a legtöbbször oda megyek. A kegyelemdöfés tényleg kifele még a kilincs. Tehát, ami nagyjából túlélted, akkor fog meg a kilincset, ami 800 millióan fogták meg, ott nem is akarod tudni. Tehát arról kitenyésztenének, arról kijön egy ilyen valami új ebola törzs arról a kilincsről szerintem, amin kimegyünk. Mindegy, én azt gondolom, hogy fedezzük fel újra a lábunkat, tegyük jobbá a világot, és könyörgöm, csak az évszázad fejlesztés, a lábbal felnyitható ez egy nyilvános WC deszka. A lábbal felnyitható minden. A lábbal gépelhető írógép. Balázs, te tudod, mennyire akarod jobbá tenni a világot? Így van, ez a gyerekre. Vidd a te, de ez miután
Hogy ott szemetcsétlenkedsz a lábaddal a vécékkal. Hogy na gondold meg, hanyas! Legyen! Kettes szintű csörgökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Gyerekek, szerintem ez a reális. Egyesre túl jó, hármasra viszont azért ez nem annyira jó. Ez egy erős, egy kettessel meg vagyok. Nem tudtam jobb ítéletet hozni, ne haragudjatok. A sírba vinni, te is. És még ez is véleményes. Van benne olyan, ami tetszett. A WC jogos volt. A benzinkutas szerintem azért hülyeség, mert pláne, hogyha te tankolsz, akkor amúgy is kezed kell mosnod. Abszolút, nem, tök. Éppen, hogy csak megadható, de inkább a 10 utáni telefonok elkerülése véget. Tökre értem, rohadt béna hajat. Na, most már kimerem mondani, hülyén nézel ki. Jó, egy picit akarok a reklámokkal foglalkozni, ezt mindig kerülgettem ezt a témát, de most van egy olyan sztori, aminek kapcsán szerintem kicsit tudunk vele foglalkozni, teljesen általánosságban, úgy ne bántsunk meg semmilyen reklámozót. De ez már a témád, mert hogy 9:52, és még ha mindig bedobsz egy olyat, ami talán nem a téma, azt hiszem, hogy nincs témád. De van! Szóljátok, unalmas. Van egy megfázásom is. Összecsapott a két anyavállalat, a Sebestyén Company és a Vadon Company. Na. Összecsaptak. Adásban vagyok. Irányítsd át rám, én fölvesz. Várjál, rátelefonálok én. Bocsánat, igen, itt vagyok, figyelek. Igen. Tehát összecsapott a két company, a Sebestyén Corporation és a Vadon LTD. Összecsapott a kettőnk telefonos cége, elkezdett egy kicsikét egymással harcolni, nem tudom, figyelitek-e? Komoly harc van. Látod? Itt? Komoly harc van. Miért figyelnék oda egy oldalú harcra? Van már fotó a telefonotokban? Tudtok már fotózni? Vagy már most hol tartotok? Mert mire gondolsz? Nem, mi tudunk úgy már tájékozódni, van egy ilyen, hogy a műholdakkal kommunikál a telefonunk, és megyünk arra, merre mondja, hogy ez majd nálatok is lesz éveken belül. Nem, de hogy elindult egy olyan reklámhadjárat, ahol egymást aljazzák a cégek. Én azt hittem, hogy ilyet nem lehet Magyarországon egyébként. Amerikában engedi a reklámtörvény. De hogy... Engedte sokáig, most nem tudom, hogy mi van. Tehát hát most is megy ez a reklám, tehát hogy egymást aljazzák, tehát hogy úgy reklámoznak, hogy... Mit csinálnak? Most nem akarom máshogy mondani. Egymás termékére. Egymás szígyák. Igen, egymás. Körülbelül értettem. Mondom, akkor sokkal jobb a kapcsolat, mint a. és gyakorlatilag úgy reklámozzák a saját terméküket, hogy nagyon-nagyon szövegelnek egymásra. És akkor végig, mondjuk nem tudom, a Janinak a cége, ezt lehet mondani ilyenkor, amikor több cégről beszélünk, be lehet mondani, vagy most a Janizak, Balázsozzak. Ettől senki nem fog több telefont venni, nyugodtan megmondhatod. Na mindegy, az androidosok borzasztóan szövegelnek, hogy ez nálunk van, most már nálatok is, na örüljetek, ez nálunk van, ez olyan, mint az almás, csak nálunk jól működik. Ez, figyelj, most láttam pont egy reklámot, a telefonod, a Samsung megcsinált, hogy reptéren várakoznak, ugye? És ülnek az iPhone-osok, és mindenki egy konnektort keres, és dugja be a telefonját. Ti pedig álltok ott szépen, internetesztek, stb. Egy tranzitot mutatnak. Nálunk ugye nincsenek kompatibilitási problémák, mert nagyon sok másik márkával. Aksit cserélsz be, rakod. És maga a reklám arról szól, hogy nekünk milyen rossz almásoknak, mert hogy mindenhol ülünk egy ilyen töltőre rácsatlakoztatva a reptéren, ti pedig vidáman internetesztek, mert hogy 8 óráig jó az aksitok, és akartok, aksit cseréltek benne. Olyan szinten osztva vagyunk mi almások egyébként ebben a reklámban. Ez nagyon szavágó, most mondj oda valami. Nem láttam még, hogy mit lépett erre az almás cég. Feri. Egyelőre visszavonultunk és gondolkodunk. Nagyon jó a kérdés, csak mondom, legutóbb megkért, hogy nyomtassak neki 3 képet. Átjöttek a képek, a telefonjáról küldt át őket, és olyan fotók voltak, amin a telefonjának ugye a teljes képernyője az rajta az volt. Aha, mi volt legfelül? 10%. Az én telefonom nem tudom, hogy mikor van 10%, nem is tudom. Nem is láttam még ilyet rajta. Balázs, de nagyon benne legyen egy észérvünk visszavágni. Mi az észérvünk? Te hülye vagy. Mindig ez szokott lenni a vége. Jó, gyerekek. Tudjuk azért, hogy tudjuk, hogy azért a minőség. A minőség azért még mindig mellettünk. Szóval kicsit csalódott vagyok, hogy elkezdtünk ilyen tepsi méretű telefonokat gyártani. Ez nekem fáj, mert Steve Jobs élne, ezt nem engedné. Tehát ezek az a pingpongütő méretű telefonok furák lesznek. De természetesen beszerezzük. Ne, figyelj, azonnal megyünk rá. Azonnal megyünk rá. Ha sikerélményt akartunk, induljatok szépségversenyt. Volt ez a Pepsi Coca-Cola.
Pepsi Coca-Cola, igen, ugye, hogy igen, a kisrác keresi a terméket egy közértben, és ugye hát rááll egyre kesze, vagy nem is tudom, hogy volt, ugye? Nem, az volt a lényege, hogy amit ő meg akart venni, volt a magas polcon. Van a magas polcon. És csillogó szemmel oda ment a másik termékhez, és elvette azt, és mindenki azt gondolta, hogy megveszi az A terméket. Igen. Letette a földre, fölnépett, és levette a B. Igen, 6 kartonos Pepsire ráállt, igen, és levette a Coca-Colát, vagy pont fordítva, nem tudom. Tehát ez Amerikában megy. Érdekes, nem? Ezeket én bírom. Bírod? Milyen világ lenne, hogyha erre nagyon rá lehetne állni, hogy Magyarországon is mindenki így reklámozna, hogy folyamatosan vagy húzná magát valaki ezt föl, vagy valakit nagyon nyomna és taposna lefele. Tehát szerintem baromi jó világ lenne. Tehát, hogy, a hazai reklámtörvény úgy nem engedi, nem tüntethetsz fel másik márkát rossz színben úgy, hogy a tiédet jobb színben tünteted föl, sőt nem mondhatod igaztalanul, hogy te piacvezető vagy, ha nem végeztél kutatásokat erre. Tehát ezt elég szigorúan szabályozzák Magyarországon. Tehát így Magyarországon például rá összetörni egy Citroent és bemutatni egy Peugeot, nem hiszem, hogy... Tehát ez... nem rakhatod ki mondjuk, hogy XY kolbász. Nem mondhatod azt, hogy a Danó joghurt sokkal rosszabb, viszont ha megveszi a nem tudom melyiket, a cserpest, akkor az viszont fú, de jó. De tehát ilyet nem csinálod. Más joghurtok, más mosóporok. Más, így van, így van, tehát konkrét terméket nem nevezhet. Imádnám ezt a világtól, ki lenne rakva, hogy XY kolbász, ez olyan, mint a másik, csak a miénk nem büdös. Egyébként, ha rosszat akar, vegye a Gyulait, ha finoman, vegye a miénket. Nem? Igen, szenzációs. A miénk frankó, de ott van az a bőrbe húzott szemét. Füstölt mócsing. Ha mérgezni akarja a gyerekét, vegye azt a vízt. Igen. Ha jót akar enni, vegye a miénket. Igen. Szenzációs. Vásárolja meg ezt a joghurtot, állítanak a hasmenés is, poén. Na, elett mászart, nem? Akkor mondjuk egy példát. Vegye meg azt, ki még olcsóbb is. Igen, a társaság középpontjába akar kerülni, ezt vegye. A hányos, sztorik mindig viccesek. Jó, de milyen lenne például mondjuk a zenész világban egy ilyen? Tehát, hogy én például simán indíthatnék egy olyan kampányt, ami Kassa Tibi olyan, mint a Zséda, csak fiú. Tehát, hogy... Aha. Most abban dicsérsz, vagy nem dicsérsz? Kapaszkodok most, mert hogy a kis tehát, hogyha láttam, hogy mondjuk a Zsédának van éppen egy nagy kampánya, akkor én csak arra ráfűznék, tehát én nem mondanám, hogy melyik állomás, milyen élő koncert, hanem olyan, mint a Zséda, csak fiú. És akkor pef, meg is van magyarázva, nem? Igen. Vastag csomi. Vagy üzén vastag csomi. Vastag csomi. Vastag csomi. Az kemény beszólás. Vastag csomi. Te Csaba csak kicsiben. Igen. Jó, de hogy ez azért ebben korlátlan lehetőségek vannak, nem? Ebben az összehasonlítgatósdiban, nem? Azt mondjuk olyat, hogy csinálná, hogy a Vastag Csaba nagyon jól énekel, de én még vicces is vagyok. De ezt akartam mondani, Kasszatibi, olyan, mint a Vastag Csaba, csak, nem még sem. Csak vicces. Vastag Csabi nagyon népszerű, de nagyon drága. Hívja Kasszatibi, sokkal olcsóbb vagyok. Esküvőre, legénybúcsúra, nagyon szívesen megyek. Nem, árat nem, árat sem hasonlítható. Csaba mondott, hogy sokkal olcsóbb vagy. Simán. Kasszatibi, olyan, mint Csaba, csak olcsóbb. Ennyi. Tökéletes. Egy Csaba, három Tibi. Igen. Nagyon jó. Kívja engem, plusz két dal, meg dedikálok. Igen. De egyébként miért veszük ezt a tájszólást föl mindig, hogy... Nem tudom. Hogy miért a tévészerről válaszol, ez az ember mindent, tud mindenről. Egyébként picit még tovább görgetve ezt az egész reklámmosdit, hogy egyetlen egy reklám van, amit semmilyen módon valahogy nem tudok megnézni, mert az embert, az a minimális emberség, ami belém szorult, az tényleg nem sok, hogy még úgy az is úgy elfordítja a tekintetemet róla. Egyedül a szendvics ember, amire tapintatból oda sem nézek nekem. Annyira egy modernkori rabszolgatartás, tehát hogy egy ilyen bácsi ott áll, rá van rakva, hogy hamburger, 200 extra sajt, nem tudom mi. Hát, ha a tévészerelőd olvassa, ugye? A hang alapján ugyanaz lehet. Hogy a szendvics emberrel hogy vagytok egyébként, mint még mindig látok baromi sokat, még annyira ilyen rabszolgatartás nekem. Nem tűnik turvábbnak, mint szórólapozni például közterületen. Tehát, hogy szendvics ember vagy, hát van egy óradíjat, felveszed, és megcsinálod. Szórólapozni se sokkal könnyebb mindig, szerintem. Én a szórólapot is mindig elveszem. Tehát én bennem ilyen túlzott ilyen emberség van. Tehát, hogy na, azért ne túlozzál. Hogy amikor 3D szempillákat akarnak eladni, abból is 5-öt elviszek, hogy hamarabb végezzen a lány. Tehát, hogy ott is így ezeket is sajnálom, annyira méltatlan. És mire használod őket? Mit? A lányokat? Nem, a szempillát. Miért nem dobják ki soha a kukába? Mindig látok egy ilyen szórólapost, azon gondolkozom, hogy de édesem, milyen naiv vagy, hogy őt utána leellenőrzik, vagy azért kap jutalékot, ahány ember elment utána a szempillát. Én ilyet csak elmennék, egy Mekibe kajálnék, hogy gyorsan kívánnám a kukába, és megfölvenném a kézdet. Nyilván csekkolják őket. Egy ilyen munkaerő. De most honnan tudják, hogy mikor osztogattam el, hogy ott kell állnom egész nap is osztogatni, és kimennek, de azt mondom, már elfogyott, sokan vettek a kezemből. Hát most nézd meg az összes kukát. Tehát ez hogy működik? Valahogy nyilván csekkolják őket.
ezeket. Igen? Tehát ilyen persze. Nincs, hogy fogad, és akkor az egészet kidobod úgy, ahogy van. Aha. Nem, hát valahogy nyilván érdeke van az embernek osztogatni, persze. Egyébként mindenki. És az a reklám, tehát, hogy nekem egyetlen egy reklám van, amit nem is annyira én utálok, hanem inkább azt gondolom, hogy a barátnőm, akinek, tehát emiatt a reklám csomag miatt mentem el elköttetni magamat, az megvan ez a borzasztóan idegesítő reklám kategória, ami állítom, hogy én emiatt nem veszem a terméket. Én volt már, hogy vizet azért nem vettem, mert idegesítő volt a reklámja, nem tudom. Tehát ez a apu buksi kiszökött, figyelj, ez nekem az, ami konkrétan elmentem és eltöttettem magamat. Tehát, hogy kutyám az még lehet, de gyerekem biztos, hogy nem. Akkor valami félreértettél a reklámba. A világban. Igen. Lezárjuk itt ezt a sor. Apu buksi kiszökött. Kiszökött? De nézd meg ott is, hogy van felépítve. Szomorú hír, betegség, vihar, jókedv. Tehát, hogy az úgy hat az elmédre egyébként, hogy utána elhiszed, hogy nyilván működik. Tehát ez, ha megnézed összes gyógyszerreklámot, fájdalom, kezelés, vidámság. Sötét szín, világos szín, gyönyörűen vannak ezek felépítve egyébként. De jól értem, hogy akkor te is úgy mondod, hogy omlósz? Omlósz. Te is úgy mondod? Omlósz. Én úgy mondom, omlósz? Omlósz, igaz, mi ez az omlós? Ez a hús teszi a gyerek, és akkor, hogy finom omlós. Igen, omlósz. Nem, omlós. Én úgy mondom, omlósz. Igen, omlósz. Ez nekem nincs. Nincs meg? Nincs. Én úgy mondom, omlósz. De mindegy, régen azt gondolom, hogy te sokkal kedvesebb, naívabb reklám volt. Sajnos nem ez van. Most van egy prostata gyógyszer. Aha, ahol elmondja, hogy az egyik olcsóbb, de szerintem az lehet, hogy ugyanaz a gyártó piacra dobta a saját konkurenciáját, és azt tudja mondani, hogy itt van a két termék, de ez ugyanazt kapod, de még olcsóbban, tehát ott valószínű ugyanaz a spanyol, vagy nem tudom miért német cég van áttérben. Tehát, hogy az ilyen egyszerű, külön van pozícionálva két gyógyszer, kihozta az olcsóbbat, és te rohansz, mert ez lett. És ha megnézed, ugyanaz a gyártó, ugyanaz a cég. Vagy ugyanaz a cég, és megcsinálta a saját maga konkurenciáját. Tehát így nem tudsz összehasonlítani reklámban, ha csak nem ugyanaz a gyártó vagy. Ez igazi szakértője a témának. Én mind a kettőt szedem napon. Érted? Egyik reggel, másik este. Melyik Feri, és olcsóbb? De ez nem és tabletta, Feri. Ez végbélkup. Ezért imádom. És olyan vagy, mint egy tűzcsap, vagy mint egy vízköpő fiú, hihetetlen durva. Mert a Fradi stadion tetejéig visszabál. Egy betonfalat áttolsz? A Fradi tetejéig. Nagyon helyes. A solet konzerveket szokott lesodorni a sugárra. A Vidán Parkban nem kell lőni azzal a kis izével tűzoltó fecskendővel. Igen, azonnal odaadják a plüss állatot. Csak megyek egy. Ferenc maga, igen, vigye a plüss ügyet. Még egy medve, a rohadt ég. Én azt gondolom, hogy ezek az összehasonlítós reklámok az abszolút jövőképet mutatja számunkra, és egy utolsó reklám szlogennel zárjam le, Morning Show, olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Szegények. Na. Tibi, köszönjük szépen. Hogy elrohant az idő, gyerekek? 3-4-10 lesz, 2 perc, szóval én is elmegyek, jó, nem közösen. Fodászol? Berendeltek a követségre. Van egy kis baja. Az útlevelem. Az új hajad. Az új hajad. Nem értik. Azt mondta az afrikai követség, hogy mielőtt beteszem a lábam, látni akarnak személyesen, úgyhogy mennem kell. Most dől a műsor? Hát igen, támadt egy kis gond az útlevéle. Visszanézték az elmúlt 10 évet. Úgyhogy jönnek mindjárt a nap legjobb pillanatai, és akkor holnap, jó? Nem, most jönnek, nem? Jönnek mindjárt, igen. 3-4-10 lesz pontosan 1 perc múlva. Morning Show. Klassz FM-en. 4 perccel múltán 3-4-10, 2 választásunk van. A. Leadjuk a Best of-ot, B. Keresünk egy rockzenét. Most egy picit így a B-n elgondolkodtam egy kicsit. Így van, mert el kellett szadnia, mert kiderült, hogy hátul nem csinálták meg a haját. És még most fogják felnyírni Afrikára. Amiről viszont ma beszélgettünk, egyrészt ajándékot kaptunk ma reggel, és mindig mindennek nagyon örülünk, de amikor elhangzott, hogy kitől jött az AI, akkor János a ketten picit hátra léptünk. De aztán volt, aki örült neki. Így van. Hátra léptünk egy picit, és még mielőtt bármit is mondtuk volna, én rácsörögtem a könyvelőmre, úgy ugye minden rendben van, de aztán kiderült, hogy a NAV nagyon figyelmes volt, mert küldött nekünk, azt mondja, hogy dugóhúzót, pólót, stresszlabdát, meg bögrét is, de azt is jelezték, hogy természetesen ettől függetlenül az a viszony marad meg továbbra is velünk is, mint az összes többi állampolgárral szemben. Bratizunk, de egy lépés távolság. Így van, haverok vagyunk, de nem. A vége mindig ugyanaz. Ezen kívül pedig ugye tegnap a hírt kaptunk arról, hogy Sebestyén Balázsék eresze eldugult, illetve akkor ezt még nem tudtuk, hogy mi a probléma, csak azt, hogy ázik a ház, hogy vajon sikerült ezt az áldatlan helyzetet megoldani, hogy vajon csorog-e már a víz végig az ereszen. Mindig van valami baj a nyári lakkal. Egy perc múlva ez 10 óra. Szia, Sabi! Jó reggel, nincs időnk, már hívjuk is a nap hallgatóját. Csörögjétek, jól van közben. Én nem mondom, én nyáron megcsináltam ezt az eresztisztítást. Na. Nagy nyomással. Rejtettek van? Nem rejtettük el azért, tehát ennyivel könnyebb az én helyzetem, hogy volt hol kifolynia. Nem
Vállalsz ilyet, mert bazsinál meg kéne nyomatni. Jó pénzer. Várj, megyek én Török Bálintra? Nézd, te szerinted. Szerinted jó az új haja? Még hallgathatja meg. Halló? Mondd! Ejj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 
hallgatója. Szia! Hello. Elárulod a neved? Lajos vagyok. Lajos. Lajos írt nekünk egy SMS-t, azt mondja, hogy hát nem vicces, viszont sajnos annyira jellemző, hogy ez alapján választottunk. Ugye a témánk ez a többek közt ez a szervizeléses történet volt, amikor ugye azt mondja, hogy kollégám beadta az autóját a szerviz, másnap délután telefonált az autóm után érdeklődni. Ne érdeklődjél, majd telefonálok. Hát igazán korrekt. És lerakta. Tehát, hogy sajnos azért ez elő szokott fordulni, úgyhogy ez alapján, igen, az SMS alapján úgy gondoltunk, hogy te lehetnél a naphallgatója, az is vagy, virtuális formában. Egy tapsot azért kapszunk, Lajos, de ajándékcsomag nincsen. Jó? Köszönöm. Köszönjük, jó, mi is. Honnan hívtál, köszi, bennünket? Értve, mi honnan? Nem. Te budapesti vagy, ez a lényeg. Oké, okay. Köszönjük. Szevasz, vigyázz magadra. Szia. Köszi. Csabi, ajánlj valami zenét nekünk. Miközben megy haza a főhős az új hajával. Nem haza megy, követségre, hivatos ügyeket intéz. Ja, de biztos hallgatja, úgyhogy David Gettát, mert ő szereti az ilyen zenét. Hogy szereti? Nagyon. Nagyon kedveli, nagyon kedveli. Én is ajánlok egy zenét egyébként. Szerintem a héten lesz is róla majd egy Nota Band, hogyha a jóisten is a programigazgatónk és az újhajú srác is úgy akarja, mert hogy megjelent lesz új albuma, a World on Fire, és gyakorlatilag egy sláger gyűjteményről van szó. Sam Martin énekel rajta? Mert ugye David Guetta dalban énekel. Ja, igen, nem. Szaxofonozik rajta. 06-1-555-55-00, ez a telefonszámunk, ezen tudtok dalt kérni a Csabitól, meg holnap akkor jövünk reggel teljes legénységgel. Szevasztok! Szevasz! Hello!